és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Kiszerelés még. Hello, jó reggelt. 6 óra múlt 10 perccel. Szép reggelt mindenkinek. Hello, Feri. Hello, sziasztok. Meg jó reggel. Csipős a reggel, gyerekek. Az. Most nagyon... már hétvégére mínuszokat mondanak ilyen hajnaltájban. Cudar. Ja. Igen, ez már nem vicces. Ez most már nem vicces. Úgyhogy... Ebből kiveszett a móka faktor, kérem szépen. Igen, eltűnt belőle a viccesség, úgyhogy fűtenem kellett az autóban. Megfűteni kell otthon. Otthon is így van. Pont Anna most panaszolta, hogy ők ugye panelesek, és akkor itt ilyenkor van egy időpont, azt hiszem október 15, amikor automatikusan kezdenek fűteni, és ha előbb szeretnéd igényelni, mert mondjuk nálad van egy gyerek otthon, aki nem kéne 16 fokban aludjon, akkor azt csak akkor tudod, ha mindenki összefog. Igen, ez így szokott lenni a panelekben, igen. És akkor a közgyűlés, lakógyűlés, mire megszavazzák, eldöntik, és a többség van, akik akarják, hogy bekapcsolják, akkor bekapcsolják. Akkor elindul szépen feléd a meleg, addig meg ülsz, és én különböző konvektorokkal próbálsz meleget csinálni. Vagy egy csíkos parhelte. Érted, és hát kivezeted a falon a kéménycsövet. Hát igen, ezért jobb az. Nekünk mondjuk konvektorunk van, mi már beizzítottuk a múlt héten, mert fázósak otthon a lelkeim, és hát eljött a szakember, átnézte, kikormolta, rendbe tette, kitakarítgatta, lefújtuk róla a port, aztán szépen beindította, és akkor azóta megy mind a két nagyszerű készülékünk. Minden a kazán a múlt századból. Minden évben kikormoltatod a lukaidat? Mindegyiket, jó. Persze. Hát tudod, menedzser szűrés. 40 felett már kénytelen vagyok. Jani imádja a kikormolják. Persze, így van. De ezt tényleg meg kell csinálni. Tiszta púzó, rendes ház, tud. Az nagyon fontos, igen. Na, mi is megcsináltuk egyébként azt a fűtés ellenőrzést. Meg nekem most azt mondom, 4 helyen van ilyen szénmonoxid érzékelő. De a jó van. Tessék? A jó van, mert tudod, hogy most nagyon nagy bukta volt. Tudom, két, nem. 2 vagy 3 héttel ezelőtt. Tudom. Bevizsgálták az összes hivatalos helyen kapható ilyen szénmonoxid mérőt, és a 80%-a mehet a kukába. Hát azért gyerekek. Szerintem az eleve kuka, amit te ilyen barkácsáról azba kapsz, 2-3 ezer, az kuka. Tehát arra bárki, aki kijött gázszerelni, vagy megnéztem, hogy ezt most dobjam ki. Aha. Tehát az nem létezik. Van egy jó betű, egy H betűs, aha, az meg kínai. És amikor te forgalomba állítják, akkor jó, csak van rajta egy ilyen szűrő, ami baromi hamar megtelik ilyen porral, meg mindenféle levegőből, aha, jövő szemcsékkel. És hát a jobbakat azt úgy találták ki, hogy az nem telik meg olyan hamar. Viszont ezek a kínai vackok, ezek igen. Úgyhogy ezen nem szabad spórolni. De ezt bevizsgálják, mielőtt a szalaki elkezdi árulni? Hát biztos, hogy kell, persze. Biztos, hogy forgalomban. De ez nem olyan, hogy megveszem az 50 forintos pamudzoknit, azt kínai, kétszer fölveszed, elromlott, hát akkor na bum, egyszer kilóg a nagy lába dúlja, és úgy mész haza. Nagyon ezért rosszak azok. Ugye? Azok nagyon rosszak. Olyat nem szabad venni. Van egy H betűs. A mézes. Így van, a mézes. Az mézes? Jó. Mm-hmm. Igen. Mi azt veszük? Mi lehet? Az nagyon jó. Habetű méz, angolul hár. Nem egy nagy bonyolult dolog. Utána nézni a dolognak, az minőség. Az nagyon jó. Az minőség, kérem szépen. Az nem olyan olcsó, mint ezek a kínai akármik. Viszont egyébként az is lehet, hogy ezt is Kínában nyertik, de ettől függetlenül ez a jó, mindenki ezt dicséri. Bármilyen szakembert megkérdez, az azt mondja, hogy ez a legjobb. Mi is ezt veszük. Nem olcsó, de legalább jó. Egy van nálatok? Megbízható. Nálunk egy van. Egy van bent a az egy hálószobán, persze, tehát, hogy egyrészt ez, másrészt meg évek óta ezt veszük, csak oda kell figyelni szépen a dolognak, mert van egy ilyen lejárati dátuma, az fel van tüntetve természetesen a készüléken, de amúgy a készülék jelzi is, hogyha már, már működik, igen, meg vannak szépen határozva különböző kis jelzések rajta. Aha. Ezeket egyébként egy kis matricán is mellékelik a berendezéshez, és akkor rá is lehet ragasztani. Tehát, hogyha esetleg a memóriádra hagyatkoznál, vagy nem szeretnél a memóriádra hagyatkozni, mert hogy elfelejtett, hogy mi mit jelent, akkor szépen magyar nyelvű matricát rá lehet ragasztani, és akkor tudod. És akkor cseréled az egészet, vagy lehet a belsőjét cserélni? Nem, az egészet, kell cserélni. Aha. Ha itt meghal az elem, akkor az egészet. Egész, igen. De és leteszed, vagy fölteszed? Oda teszed, ahol a fejed van, olyan magasságban, vagy föl kell tenni? Föntre kell. Nekem az összes gázos azt mondta, hogy lentre kell. Az nem. Azt mondták, hogy nem könnyebb, mint a levegő. Azt mondták, hogy ez... Föntről lefelé tölti meg a helyiséget. Nekem meg pont azt mondta a gázos, hogy nehogy. Azt mondta, hogy pont lentről fölfelé. Nekünk az ágy magasságunkban van. És hogy nagyon sokan hiszik azt, hogy föntre kell tenni, mert hogy könnyebb, de hogy úgy terjed, hogy alulról terjed.
tehát az alsó réteget éri el először, és utána a felsőt. Ezt nekem két gázos is elmondta, és le is vezette fizikailag, igen. Sőt, egyszer, amikor erről beszéltünk műsorban, utána egy ilyen forgalmazó cég levelet írt a Morning Show kukacra, amit még meg is tudok keresni, és ő is azt mondta, hogy tévhit, hogy föl kell rakni, nem szabad fölrakni, mert hogy nem úgy terjed. Azt mondják, hogy ha rosszul vagy, akkor feküdj le a talajra. Akkor az is nem, akkor nyiss ablakot, az jobban segít. Igen, de mire odáig elérsz? Hogy ugye, hát, ha föntről telik meg, akkor logikus döntés az, ha föntről telik meg lefelé, hogy lefekszem. Nem, de nem föntről telik lefelé. Ez egészen biztos, mondom, és elolvastuk azt a levelet, és ott egy ilyen céget, meg egy ilyen termékeket forgalmazó ember elmondta, hogy nagyon sok tévedés van az interneten, és ezt nagyon rosszul írják, de hogy a szénmonoxid az nem, hiába. Ő aztán úgy fogalmazott, hogy még csak nem is könnyebb, mint a levegő. Tehát, hogy effektíve tévedés. És le kell tenni, minél inkább le. Aha. Tehát ágymagasságban, ott, ahol neked a fejed van. Meg ott, ahol a kazán van. Tehát érdemes. Aha, érdemes a kazánhoz, hiszen onnan jön. Érdemes kettőt berakni. Igen, tényleg nem olcsó. Én is vettem, tehát ez 10 000 vagy 13 000 forint körül van. De megéri. De valahol már fűtenek a panelban, azt olvasom. Van, ahol már megy. Nővéreméknél is megy, itt valaki írja, igen, hogy őket nem kérdezték, de fűtenek. Ez még a Jobbik eset. Ez még a Jobbik, igen. Hát kell, szóval a központi fűtésnél szerintem nincs nagyobb átok, szóval az... Figyelj, viszont nyáron fizeted a készenléti díjat, télen fizetsz egy általányt, ha nincs ilyen hőmennyiségmérőd, ha le akarod kapcsolni, akkor nem tudod, inkább szellőztetsz és az utcát fűtöd, ja. De tök sokat fizetsz, hát az, hát az egy szörnyűség. Én laktam viszont olyan 40 fok van. Ha fűtenek, akkor viszont 40 fok van. Igen, de például van, akik szeretik. Most már ugye azért egy csomó radiátorba te le tudod venni. Szabályzós. De, igen, szabályzós, de hogy mégsem az átfutott mennyiséget méri. Ja, tehát ugyanannyit fizetsz, csak ha akarod, akkor nincs. Akkor leveszed. Na. De nincs hőmennyiségmérő. Egy-két helyen már beszerelnek hőmennyiségmérőt. Na mi van, öveges professzor? Már látom, nagyon elhallgattál. Persze, mert fölmentem rögtön természetesen a készüléket gyártó cégnek a honlapjára, hogy megnézem, nem, mert ebben a témában nem szabad. Nem igen, szabad hülyeséget mondani, úgyhogy itt mindenképpen a szakemberre kell hagyatkozni, de amúgy az ide kapcsolódó témákban azt mondja, hogy az érzékel a lehetséges szénmonoxid forrástól másfél-három méterre legyen. És egyébként, hogyha a falra szereljük fel, akkor azt mondja, hogy ferdeményezett esetén az érzékelőt a legmagasabb pontba kell telepíteni, de a faltól 30 cm-re. Tehát, hogy itt többféle, most ebben nem menjünk bele azért, mert hogy ez van ideírva, egyébként meg a szakember majd meg fogja mondani. Fel kell hívni, és akkor mondja meg, ez tényleg nem egy olyan dolog, amiben így most így csapoghatunk, és akkor azt mondhatjuk, hogy talán meg, hogy meg izé, meg jobbra, meg balra, aha. Meg nem mi legyünk ennek a dolognak a... Nem, igen. A mérleg nyelve az a szakember legyen, jó? Tehát, hogy ez nagyon fontos. Egyébként meg minden egyes készüléknek van egy használt utasítása, egy magyar nyelvű is, és akkor a magyar nyelvet elolvasok, és annak megfelelően kell telepíteni, ami oda van írva. Na. Na jó. Ne a mi véleményünk alapján helyezze el valaki otthon, aztán esetleg baj legyen belőle. Jó? Jó. Legyen oké, így. Köszönjük szépen, doktor úr. Jó? De egyébként a mézes az jó. A krémesbe is. A krémesbe is, de hogy angol mézes, tehát senki nem magyar mézes keresen, igen, hanem angol mézes. Mi újság egyébként? Hát nekem nincs jó kedvem. Na. Mert hogy megfeküdt a gyomromat kicsit, ez a nem véletlenül, hogy ez a nem régebben bekövetkezett nagyon durva eset, ez a soroksári történet, ahol egy kismamát, aki kimint futni, nem tudjuk kik, de ott rajjanak meg, ahol vannak. Az nagyon kemény, az a sztori, igen. Megölték, és otthon ugye egy kisgyermek meg egy apuka várta, hiába, és hát egyrészt ugye a futónőről van szó, tehát nyilván ez egy másodlagos dolog, de hogy futás közben történt vele, itt mégiscsak egy anyukáról van szó, egy fiatal anyukáról, akinek azért szép hosszú életet kívánt volna az ember a családja körében, és akkor ezek a tetvek meg megtalálták. De most van valami gyanúsított állítólag, hát. Nem segít rajta, tudom. Tehát rajta már nem segít. Csak most valami nagyon elgondolt.
nyomoz rajta. Igen? Igen, mert tizen akárhány főből álló csoport nyomoz, igen. Én csak ilyenkor nyilván te elgondolkozol, aki esténként kimegy futni, hogy téged valószínűleg nem ugyanezzel a szándékkal debostott az erdőben, ahogy futkorászol, téged is bárki elkap egy kötéllel. Hát engem talán még nem, mert hogy ráadásul én olyan időpontokat szoktam választani, amikor nagyon sokan vannak az erdőben. Meg hasonló gyorsan céllal, igen, meg viszonylag gyorsan futok, mert szerintem én nem vagyok azért annyira izgalmas az ilyen típus emberek számára, de például a nejem az ugye ezért sem jár ki már. Meg is értem. Egyébként, de mi vásároltunk egy pár évvel ezelőtt egy futópadot, és azt használja. Aha. És inkább otthon, de hogy ezután az eset után meg aztán végképp nem. És ez ilyen elhagyatott helyen volt? Vagy? Ráadásul nem is annyira, mert ez egy kerékpáros út volt, egy elég jól belátható szakasz, mondjuk este felé azért már a szürkületben hiányoznak a lámpák. Nem tudom pontosan, hogy mikor történt, milyen napszakban. Este felé volt egyébként, de hogy mennyire lehetett ott belátni a környéket. Amennyire én láttam a fotókon, az egyik oldala az egy ilyen tisztább, beláthatóbb bokroktól, fáktól mentes, a másik meg egy ilyen bokrosabb rész. De ez egy nyíl egyenes út volt amúgy, aha, ahol történt ez az eset. És még az is lehet egyébként, hogy kifigyelték, mert hogy rendszeresen itt futok az anyukkal. De borzasztó az egész történet, szörnyű. Az nagyon kemény, szörnyű. Egyébként igen. Én nem igen. tudom, hogy egyébként, hogy lehet ilyen mélyre süllyedni. Tehát, hogy elképzelhetetlen. Hát számokra normálisan gondolkodó emberek számára ez felfoghatatlan. Igen. Ha meg lesz, nekem ez biztos, mondom, nagyon sokan nyomoznak. Tehát, hogy 14 főből áll az a nyomozói csoport, akik most rajta vannak az ügyön. Úgyhogy biztos, hogy meg lesznek. Csak igen, hát elvisz futni, és nem mész az a többet, nem? Tehát, hogy erre egy ki gondol? Mindig halál értelmetlen, de hát ez meg aztán végképp. Borzasztó, és reméljük tényleg, hogy minél előbb elcsépik őket, és minél előbb nagyon-nagyon súlyosan megmérik őket, aztán ott is maradnak egy jó darabig, ahova való. Hát a végéig maradjanak nyugodtan. Ha másért nem, akkor tényleg azért, hogy azokat az embereket, akik ezen a környék laknak, egy picit megnyugtassák, hogy mert ilyenkor aztán tényleg, hogy ha hónapokig húzódik utána ez az ügy, meg akár évekig, mert éppenséggel ez is előfordulhat, az borzasztó. Tehát ezek az emberek ott úgy fognak élni kétségek között hosszú időn keresztül, hogy Igen. És akkor még nem is futni, csak átmenni a szomszédba. Most gondolj, de negyed órát késik otthonról a gyerek, vagy a feleséged, vagy akár a férjed, akkor ilyenbe is belegondolhatunk, akkor már elkezdesz aggódni, és már kezded itt magadba gyártani az összeesküvés elméleteket, hogy vajon mi lehet volna mögötte. Kemény. Szörnyű. Igen. Visszatérő még a szűrőre, vagy erre a jelzőre, nagyapám áthívott, hogy pittyeg a vonalas telefonja. Egy óra volt, mire kiderült, hogy merült a szénmonoxid mérőben az elem, és így jelezte, addigra a villanyórát is lekapcsoltuk, és hallgattuk, honnan jön a hang. Ezek a kutatások nagyon jó. Igen, ez Geri írta nekünk. Köszönjük szépen. Én pont most akarok venni, milyen árkategóriában keresek, hát erről már beszéltünk, ugye érdemes a drágábbat. Balázs, remélem most beengedted a szokásos kéményseprőt. Hát... Nem jött, már nem is mer jönni. De, megint jött, megint dobott valamit, hogy ő bejönne, de hogy tavasszal megint volt, úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy nem engedem be. Aha. Már azt hiszem tavasszal se engedtem be. Nem tudom, gyanús, mert ott megjönnek ilyen kis ruhában, nem... Ez a régi kéményseprő. Ez a kis ruha, ez nekem is azért gyanús lenne. Igen. Megjönnek egy ilyen kis ruciban. Ne jöjjön oda. Mobil krómrúddal. A kis műszerével, érted, oda úgy oda bejön, nem csinál nagyon semmit, persze nyilván ő azt mondja, hogy csinál, meg kell is. Nem tudom. Most tényleg az a kéményseprés, hogy fog egy műszer, belerakja, beledug valami csövet, és azt mondja, hogy okay, levegő nagyon jó. Ennyi, hát csak ez akkor már modern jön világ. Vissza izével, a kotróval, hogyha baj van. Igen. Ha a lukat be van dugulva, akkor visszajön ezzel a nagy golyóval, a nagy golyójával, meg a tüskés kefével. Igen, az a leglátványosabb, nekem mindig az jött be a legjobban. Ezt mindig néztem el, hogy egy ilyen középkor ilyen huszit a kézi fegyverre hasonlított, és mindig néztem, hogy úristen, de jó lenne, meglobálna, megpörgetné. De nem, az a baj, hogy nem lobálja, nem pörgeti, csak beleíti. És azzal akadálymentesíti a kéményt, szerintem. A keffa az annyira nem érdekel, de ez a láncos golyó, ez nagyon bejött. Az nagyon kardozos, lovaglós vonala volt. Most a borospincét írják nagyon sokan. Ugye a borospincébe, ha lemész... De az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz a gáz. Nem széndioxid van. Nem, ott kén. Az meg lentről fölfele tölti föl. Ott, az nehezebb a levegőnél. A borospincében kén van, nem? Igen. Kén monoxid, vagy kén monoxid, nem?
de az lentről fölfelé tölti fel. Igen, ez a lényeg az egésznek. Ott ugye magad, nem csak gondolkozom, akkor ott ugye magad előtt tartod a gyertyát. Viszed magad el egy gyertyát, nem magad előtt, pont hát lent, kell, lent kell. Lent kell. Tehát, hogy amikor mész lefelé, akkor szépen leteszed a gyertyát, és amennyiben kioltja, akkor már tudod, hogy ott gond van. Na, a széndioxid, azt írja itt a internet. A Boros Pincében? Igen. Széndioxid? Igen. Aztán franc tudja, mert ezek is írnak. Mindegy, na mindegy, abban igazad van. De hülyék vagyunk kémiából, te jó Isten. Mert belekeverjük ezeket a dolgokat, nem kéne. Ja, nem kéne okoskodni. De az a lényeg az, hogy az 100%, hogy ez lentről fölfele tölteni. Pont ez a lényeg az egész. Azért nem tud már feljönni, lemenni még le. Jó, letud. Akkor mi van a Boros Pincében? Most egy életre megtanulom. Hordók. Ez igaz. Hordók. Széndioxid van. Így van. Lopó, ott van a lopó. Most már több forrást is megnéztem. Tehát szénmonoxid van a lakásodban. Így van, és széndioxid a papinyóban. És széndioxid van a pincében, és az lentről jön. Hát soha többet nem hiszem szénsavas üdítőt, ha az mérgező. Ugye? Hát akkor nem. Lemész egy Boros Pincében, meghalsz, és közben ezt iszod üdítőbe. Hát na nem. Na. Hát miféle? Még így miféle tömegmérgezés? Minden esetre, ha tudod, hogy éppen forlent a must, akkor és lemész gyertyával, akkor ne keresgesd a gyufát, hogy már megint eloltod, ott már megint a rohadt életben már megint eloltod, be kéne már szerelni a villanyt. Nem, az nem azért oltodott el. Az nem, igen. Aki csak azt mondja, idióták. Lehet, jó, ez igaz, de legalább megpróbálunk utána nézni. Ugye, hagy idézzek, nem mi vagyunk az egyetlenek egyébként, aki kap ilyen jellegű levelet, a címzet, illetve a címzet ez megvan, de az, hogy kiadta fel, azt nem mondom el, pedig egyébként nagyon korrekt módon ideírta, te tettő, ott pusztulj meg, ahol tudsz, te rohadék a csapatoddal együtt. Ezt az egyik kollégán kapta, tehát, hogy mi bírjuk egyébként. Azért jó ez, mert az őszinteséget érzed a sorokban. Igen. És nem is a sorok között, benne a sorokban. És ráadásul nem csak egy ilyen, odavetette valami újságpapír darabra, vagy egy ilyen fecinél, vagy egy darab szemét, amit az utcán talált, hanem egy képes lapon küldte be ezt nekünk. És ez szerintem egyébként nagyon, nagyon szimpi. És csak mondom, hogy mi a márkája egyébként a képes lapnak. Mi ez? Bumerang. Ja. Bumerangos képes lap, igen. De az egyik kollégánknak küldte valamelyik kedves hallgatója. Mert nem volt megelégedő, úgy látszik, a szolgáltatás minősége. Jó, hát miért? Korán van mi. Ezért nem szeretem, hogyha ilyesmiről beszélünk, aminek nem tudtunk még utána nézni. Meg nincsen otthon pincénk. Mondjuk Ferin, csodálkozom, miért hogy nincs otthon Boros pincétek. A negyedik emelet alá egyszer megpróbáltam beásni, de a harmadik lakószomszéd tiltakoztak, hogy aláírásgyűjtésbe torkolom. Ez nem az. Nem adnék egy kis pincéért valahol. Hú, gyerekek, elindult a Homeland harmadik évada, úgyhogy... És jónak tűnik? Nem tudom, nem néztem még, csak most írják sokan, hogy most már rá kéne menni, mert most már leadtak egy-két részt, úgyhogy... Hát, érdemes lenne beletekinteni, mert az megint egy nagyon jó kis sorozat, például a Following után, úgyhogy hát a Homeland rajongók azt már ismerik. De aki nem még be tudja pótolni. Azért. Én életemben most az október 13-a az, ami... Tudom, Walking Dead. Így van. Hányadik évad? Bakker, de jót kérdezem, ezt szerintem a negyedik. Negyedik évad negyedik, már a Walking Deadből? Negyedik. Tehát mindig csak mennek városról városra, csak mennek, csak vonulnak, igen? Csak rohadnak, csak fejbe lövik őket. Tessék? Mindenki meghal. Szépen lassan mindenki, Ferenc, ez az életrendje. De szép film, mert. De jó kis hozíróba, szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hova fog torkolni a dolog. De én már mondom, el kell, hogy gondolkodjak mindig, hogy most a hanyadik évadnál tartunk, mert annyit láttam belőle, és még annyit fogok, remélem. De jó lesz az. Kaliforniát nem néz senki. Minden napi zombiirtásunkat ad meg nekünk. És bocsáss meg, ami vétkénk. Kalifornia? Senki? Ne. Nem is ismeritek? De nem már mesélte róla, persze. Úgy, mindent nem nézhetünk. Nálunk nincsen annyi jó van, hogy ez elképesztő. Milyen hol adják azt? Laptopom. Ja. Meg egy becsatlakoztató Winchester. Hát azt, hogy én azt bekapcsoljam az ezért, hogy üljek egy laptop elé tévén. Nem laptop, laptopról kell szedni. Igen, laptop tévé. Leteszed a laptopról, és ahhoz mit csinálsz? De nem minden laptopon van. Ja, azt hittem, hogy van, így bekapcsolom, és ott van, hogy mi ez, Kalifornia? Gia. Fölmész ilyen fura oldalakra. Aha. De onnan leszed. Ja, nem érdekel. Én hogy egy filmér ilyenek, hogy ott üljek, ezt kérjek egy kódot valakit, kell kód, nem? Hát meghívhatnak, igen, de az a jó, ha kapsz kódot, főleg, ha ilyen VIP kódot kapsz, akkor gyorsabb a letöltésed. Jó, aha. De Feri, arra figyelj mindenképpen oda, mert ugye másfél érdeklődési körből jössz, hogy ne Giának írjad be, mert az neked ismerősebb. A Gia? Igen, de hogy ez Kalifornia. Csak így simán. Volt tegnap a Duna TV-n például az Eldorado. Olyan jó volt. Az nagyon jó is az. Rá? Nagyon jó kis film.
Na tessék. Nagyon jó. Fantasztikus. Nem nézek Duna TV-t. Hát még csak mondtam, most nem a Duna miatt, hanem a film. Csak hogy kerülsz te a Duna TV-re? Nagyon jó film. Hát a másik csatornán a emberünk volt, nem bírtam nézni, így kapcsoltam kettőt, az pont ott volt. Csak most ez egy szenzációs film. Igen, film élmények okán mondom. Milyen volt a Tibi tegnap? Nézte valaki? Én belenéztem. Nem. És? Jó volt? Nem erős? Hát, de nagyon erős, amilyen a múlt héten is volt. Jó volt tegnap? Igen. Én nem néztem végig, azért nem tudok. Én egy 5 percet néztem belőle, ott pont a havassal beszélgettek arról, hogy kitől mi, ki mit csinál, nem tudom, valami. Aha, hát akkor hozzá szokott színvonalon. De aha, én nem tudom. De azért nem akarok véleményt alkotni, mert mondom, 5 percet láttam belőle, ott Havas tanárul mondott egy sztorit, meg hogy valami mesterember kijött hozzá, és amit megjavított, úgy javította meg, hogy a másikat elrontotta. Aha. Ez engem annyira nem csigázott, és akkor tovább kapcsoltam. Aha. Ő ennyi. Ha meg a hallgatók megírják. Ők biztos megnézték. Igen. Nyelem, és akkor beszél. Jó, nyert csak le. Hogy állunk játékkal? Elég jól, mert hogy bukó. Tényleg? Már megint? Az nagyon szépen a múlt hetet is elbukult, tehát az klasszul haladunk. Tegnap én játszottam, nem nagyon találtam fogást a kedves hallgatónkon. Igazából egyikünk sem durrantotta be, egyik tiltott szót sem, de az egy percet azt végig játszottuk, úgyhogy oda egyelőre. Igen. Na és csak egy utolsó SMS akkor, hogy végképp mindenkit összezavarjunk. A kazán mellett fentre szereljük, az egyéb helységekben alulra. Ennyi. Na most aztán mindenki tudja, hogy hova kell raknia. Még ha jön egy olyan, hogy a kazánba tedd, igen, akkor igen, vagyunk meg teljesen. És tegyél egyet az ágyad alá, az ágyad mellé, meg az ágyad fölé, akkor leszünk meg igazán. Bízunk bátran a szakemberekben. Tehát akinek képesítése van, meg akinek papírja van arról, hogy ő ezt felszereleti, meg ért hozzá, abban bízunk, nem magunkban. Jól van, fél hét múlt pontosan egy percen lehet jelentkezni játékra. Jó étvágyat, Balázs, köszönöm. Egy núra vezet egy hallgató, illetve vezettek ti, úgyhogy mészárálni akarunk, vértítunk, dühösek vagyunk, és ez mekkora kamu mi? Hát hallatszik a hangunkon, hogy mennyire akarunk mészárolni. Lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-es már járható egy sávban, úgyhogy ott már egészen biztos, hogy nincs lezárva a forgalom. Azt írja valaki, hogy már kapható az M1-es. Csak a külső sávra lezárva Billy üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. És azt mondja, M3-as 84-es kilométer Budapest felé a leállósában Bambi sétál. Ezt pedig Babi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, fiúk, jó reggelt kívánok. Hello. Ildikó vagyok. Hello, Ildi, honnan hívsz minket, Ildi? 18. kerületből. Budapest. Földi. Igen. Tök régen játszottunk már lánnyal. Hát, igen, eleve ritkább a lány hallgatunk. Játékban is, naphallgatójánál is, igen, mindig. Mindig kicsit ritkább a női hallgató. Dolgozol vagy otthon? Itthon vagyok. De mész majd? Nem. Nem is dolgozol? Nem. Mi itthon vagyok velük. Mi az oka annak? Hát olyan helyen dolgoztam, ami már megszűnt. Ja, tehát itt nincs munkád jelen pillanatban. Így is lehet mondani, igen. Így is lehet mondani, de titokzatos vagy azt a mindenit. Jó, oké, kivel szeretné játszani? Janival szeretnék játszani. Hát a földi. Most így van, azért, igen. De miért? Azért. Hát állandóan összefuthatunk az 50-esen, nem tudom. Nem, ott nem futhatunk össze, mert itt a családban én vezetek. Aha. De akkor rám dudálhatsz, amikor megyek át a zebrámba. Az 50-es villamos. A környezet tudatosságot miatt is szeretnék vele. Te aranyos vagy. Hát köszönöm szépen. Meg még van egy dolog, amiben még hasonlítunk, de azt majd elmosélem a játék. Persze, nem mondjál minden. Hogy ne lehet. Na gyerünk, 3-2-1, tessék. Na mi az a titokzatos téma? Neked is van virágod, és nekem is van egy virágom. Sőt, nekem még pálmám is van. És a gyerekek
Ők a gyerekek, ugye? Igen. De gyönyörűen Csabába csalta! Szép vagy, hogy ez így kell csinálni, ennyi érzelmileg hatni rá. Ennyi. Érzelmileg hatott rám, ugye? Pedig a gyerekeknek megígértem, hogy nem fogom elrontani. Hát könnyen ígéreteket nem szabad tenni, főleg nem gyerekeknek. Én meg megígértem a gyerekeknek, az én kis Ferikémnek és Baláskámnak, hogy bizony, behozom ezt az egyet. Ezt már nem elrontottam. Tulajdonképpen... sajnálom. Mondanám, hogy nincs igazad, ne ostorod magad, de igen, alapja ő igen. Igen, ezt elég elrontottad. Ja. Hát ez viszont nincs ajándékcsomag. Sajnálom. És? De legalább beszéltem. Nem volt 3-2-1-fire, pedig azt a virág, azt szerettem volna, hogy a virág mondja. Az mindig akkor van, amikor én játszom, vagy a Feri, és akkor a Jani számol vissza. Ha a Jani játszik, akkor én számolok vissza, igen. Ha a Feri játszik, akkor a Jani számol vissza. A Jani kétszer számol, én egyszer. Ha a Zsül játszik, akkor nem kíváncsi rá senki. És nem is számol senki. Szegény. Engem. Ildi, valamikor majd még próbálkozol, jó? Fogok. Persze. Köszönöm. Sziasztok. Köszi, hello. Hello. Hát ennyi. Köszönjük, János, egy-egy. Egy-egy. Jó van. 50%-os a teljesítményem. És milyen jót csináltad. Ezen milyen jót csináltad. És ráadásul egy földimet nyírtam ki. Mondjuk. Igen. Így, tehát akkor egyet elvesztettél tegnap. Igen. És ma már hoztál egyet? Ez 50%-os. Ennyi. Holnap lesz az eldöntő része a dolog. Nem, akkor már ti jöttök, srác. Tanácsolnám, hogy vidd végig a hetet egyébként. De hogy a 13. kerületből nem akar senki játszani? Mondjuk Ferivel. De most miért kéne ezt az egy-egyet itt abba hagyni? Tudd, hogy jó vagy, vagy nem vagy jó. Tudd, ennyi. Hogy meg tudod-e csinálni. Most már menj végig. Nem látom az arcodon az akarást. Jó. Sokan kérdezik, hogy mindig az M1-es nincs elterelés. Jó, tudtok menni egészen nyugodtan. Már megnyitották, igaz, hogy csak egy sávon, de járható. Budapesten viszont elég nagy a káosz. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk, mi a helyzet a Szentendrei úton, a Megyeri úton, a Megyeri hídon, és hát a Robert Károly körút, Hungária körút, ott nagy csodák lesznek a következő két évben. 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 10 perc van, pontosan, 10, mit pontosan, hát már 10 perccel el is múlt, 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, M1, M7 bevezető az Erzsébet hídig lépésben halad, mint mindig. Egyébként kora reggel Lajos Mizsely nyugati pályaudvar vasútvonalon 20-40 percet késnek a vonatok baleset miatt, ez pedig Enikő üzente nekünk. A Szentendrei út jól járható, írja Ildikó. És az M1-es már nincs lezárva, félpályán halad a forgalom. Ezt Zub küldte nekünk, Erzsébet híd most még jó, és a Megyeri, nem, az nem jó, viszont a Megyeri híd az most még szuperül halad, Hungária még jól járható, Árpád hídon volt egy motoros jeepes ütközet, de intelligensen félrehúzták magukat. Ha rendőrt hívnak, tuti nem húzódnak le. Írja nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. M3-as Pestről Miskolc felé hatóság és balesetmentes, az Egri 114-es lehajtóig széles utat mindenkinek. Közép-Kelet-Európa legjobb IFA sofőrje. Így is van, önbizalom legyen. Az nagyon a jó. Jó reggel, gyerekek! Balázs fiam, átadta az ajándékotok. Majd a 86. születésnapomon kibontom, ha megérem. Üdvözlettel Pista bácsi, Megyehídról. Játsszunk meg. Pista bácsi. Pista bácsi jelentkezett. Pista bácsi, ez az a Pista bácsi, akiről nem tudjuk, hogy Pista bácsi. Hm? Hát Pistának lehet, hogy Pista a bácsival voltak fenntartásaink. Pista bácsi, lölkeim. Emlékeztek? Lölkeim. Sokan mondták, hogy kamu, én is azt gondolom, hogy kamu. Legtöbben azt sokan mondták, hogy nem kamu. De hogy állítólag megkapta az ajándékcsomagot, nagyon Balázs fia átvette. Nagyon jó. Na. Reméljük ébren van. Figyeld. Hát hogy ért? Van olyan, hogy álmában ír az... Halló! Halló! Pista bácsi! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt kívánunk, gyerekek! Jaj, de jó újra itt hallani téged! Megkaptad az ajándékcsomagot, drága Pista bácsi? Megkaptam, igen. Nagyon szépen köszönöm. Tegnap hozta át a fiam, hogy jött egy csomag nekem, ugye már mondtam neki, és nem gondoltuk volna, de köszönöm nektek. Már mit nem gondoltál volna, hogy átvágtunk, vagy hogy hazudunk, vagy hogy nem adjuk oda a megnyert csomagot? Persze, hogy tényleg kapok itt életek olyan csomagot. És a 86. születésnapodon fogod kibontani majd? Hát tegnap még nem bontottam ki, ilyen majd akkor kibontom. Na,
majd akkor kibontod. Jó, jól vagy egyébként? Jól szolgál az egészséged? De utálom ezt a kérdést. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, csak most olyan rossz idő van, ugye most ilyenkor már ősszel. Ugye nyáron még jó volt, kék az ég, zöld a fű, erdőszélén őzike. És hova utazol, Pista bácsi? Igen, jó a kérdés, hova mész? Most jelenleg Szombathelyre megyek, megint ugye fel. Mit csinálsz ott Szombathelyen? Most órára szeretnék, kórházba megyek be kezelésre. Milyen kezelés? Hát ez most ilyen fizikoterápia féleség lesz. Fizikoterápia, aha, ilyen nyaki akasztás, meg medencés kezelés, ilyen? Igen, itt a combcsontomnál lesz, ott a forgómnál, igen. Csípő protézis, vagy valami hasonló? Nem, protézis, Balázskám, ugye ezelőtt ugye nagyon félreléptem, és ugye akkor megrántult, ugye, és azóta mennem kell közben ilyenekre. Aha, és minden nap jársz? Hát minden második nap attól függ időpontot, hogyan adnak ott ezek a kis fiatal hölgyecskék. Aranyosak, kedvesek, szépek? Aranyosak, röm, igen. Na? Jó van, Pista bácsi, örülünk, hogy jól vagy, jelentkezzél még néha, jó? Kedvelünk téged nagyon, jó. Ha igazi vagy, ha nem. És örülünk, hogy megkaptad a ajándékcsomagot, igen? Mondta a fiam is neki, mondta a boltba is, hogy én nem vagyok, hogy én nem hiszitek el. Aztán mondtuk is, hogy lehet küldünk akkor nektek fényképet. Küldj egy fényképet, hát az jó lenne nekünk. Küldj egy fényképet. De a Morning Show kukacra elküld ezt egy fényképet, hát annak örülünk. Az sem bizonyíték semmi. A kukacomról nem küldök képet. Jó, a kukacodról, arról ne küldjél képet. Pista bácsi, vigyázz magadra! Szervusztok, sziasztok! Szia, Pista bácsi, hello! Na? Hát, Kamu? Ő a Balázs, ő a fia, a saját maga fia. Saját maga fiát játszom, én? Lökök. De közben meg jól hozza. Tehát igen. Közben meg néha azt gondolom, hogy jól, szerintem is Kamu. Nyilván Kamu. Tehát nyilván Kamu. Persze, kék kamu. Az ég, zöld a fű. Persze. Őzik-e? Persze. Akárhogy is van, nagyon jó arc. Jó arc. Na mindegy, megkapta az ajándékcsomagot, ez a lényeg, úgyhogy megvan. Pistabá. Na. Gyerekek, tegnap megint egy szörnyű dolgot álmodtam, de nem szörnyű, és visszatér, és akarok erről két mondatot beszélni, hát ha nektek is van ilyen, vagy meg tudjuk fejteni az okát. Egyszer régebben már meséltem erről, uh-huh. hogy azt álmodtam, hogy le kellett vezetnem egy szülést. Igen. Illetve pontosabban csak elindult a dolog, és aztán arról beszéltünk, hogy csinálnám, és mi lenne, és a kocsi hátsi ülésén ugye bizony. Valóban meg tudnám-e csinálni. És azt állítottam, hogy igen. Hát az első felét, ez mindenképpen a kocsi hátsi ülésen megcsinálás, abban már ráadásul ütőről is van. Igen, de hogy te azt mondtad akkor, hogy te egy picit így lélekben fel vagy erre készülve, sőt, vársz is rá. Igen, mert hogy ez egy olyan kihívás, amit neked meg kell lépned. Hát ugye többször lehetett olvasni olyan újságcikkeket, hogy a világ különböző pontjai, sőt Magyarországon is volt, hogy például egy taxis vezetett le egy szülést, és hogy annyira felemelő, meg annyira nagyszerű élmény lehet, hogy akkor meg hatalmas kihívás is. Na megint ez volt az álom, és ez egyre többször visszajön. Emlékeztek arra, amikor régen még nem ültetek soha repülőn, és mindig azt álmodtátok, hogy kimentek a repülőtérre, felszálltok, de soha nem szállt fel a gép. Tehát soha nem történt meg az, hogy a repülő felszállt. Mert ugye nem tudtad, hogy milyen, ezért nem is tudtad azt álmodni, hogy milyen. Kiskoromban nagyon sok ilyet álmodta. Na ugyanígy vagyok most ezzel a szüléssel. Ki a nő? Nem tudom, nem ismerem a nőt. Aha. Tehát nem arról van szó, hogy a Viki szül, nem arról van szó, hogy mi együtt vagyunk ezzel a nővel. Valahol voltam megint, valahol volt egy terhes nő, és arra kért meg, hogy mivel ő egyedül van, és nem tud segítséget kérni, maradjak ott, vigasztalja meg, és vezessem le neki a szülést. De sosem történik meg a dolog. Aha. Hol tehát vagytok? Az se tiszta. Ez egy számos helyen lehet, egy számos helyen történt. Ez történt már taxiban, amiről meséltünk egy fél évvel ezelőtt, ez történt már erdőben, történt már kórházban, tehát ilyen nagyon fura helyek, amikor a kórház nem annyira fura. És nem tudom megfejteni, hogy milyennek azok. Van ennek valami lelki eredete? Hát nem szül soha, tehát mindig az, hogy elkezdek bemosakodni, felfekszik a nő,
nem látok semmit, tehát még az sincs, hogy belenézek a blendébe, vagy hogy kint van-e már a fejed, tehát semmilyen nincs, csak nagyon sír, nagyon vigasztalom, fogom, és elkezdek lélekben felkészülni arra, hogy most nekem le kell vezetem egy szülést, majd felébredek riadtan. Biztos, hogy ő egy terhes nő? Balázs, segíts rajtam, segíts. Nem, se rosszul az elemi ösztönben. Segíts nekem megszülni. Légy, gyere, segíts, és szépen lassan szétnyitja. Igen, és közben dohányzik, és én rászólok, hogy itt nem szabad itt nem szabad dohányozni. És soha nem történik meg maga. És annyira várom már, hogy úgy aludjak el, hogy egyszer végre megtörténjen. Tehát egyszer túl legyek a szülésen, megfogjam, kihúzzam. Lehet, hogy valami felelősség van rajtam, amivel most nem bírok elszámolni? Vagy valami, ami nyomaszt, és ez így a szülésben manifestálódik, hogy ezt álmodom? És nem tudom megszületni vele. És nem mindig ugyanaz a nő. De visszatérő álom most már. És nem értem, hogy miért. Oda van készítve a kis szekrényre mellé egy boríték, paraszolvenciával. Most a legutóbbi az kórházban történt. Egy olyan kórházban, amit te nagyon szeretsz, ilyen horrorfilmes kórházban, tehát sehol egy lélek, senki, ketten vagyok ezzel a nővel, fent fekszik már, ugye ezen a ágyon, ami nem is egy szülő ágy, hanem egy ilyen nőgyógyászati ágy, fent fekszik rajta, szét van tehát téve a lába. És doktor úrnak szólít? Nem, és engem kér, hogy segítsek neki. De hogy egy lélek nincsen sehol. Érted? És van egy ilyen nagyon erős kétségbeesés, egy ilyen nagyon fura dolog, és soha nem jutok el addig, hogy megszülessen a baba. Mi a fene ez? Van benned valami, aminek ki kell jönni. Igen? Aminek nem. Meg kéne születni? Hát nem benne van, mert akkor saját magán vezetni lesz. De ő nem tud szülni. Segítek magamon. Oh. Igen, már olyan is, hogy lenéztem magamra, hatalmas volt a hasonló. Segíts, Balázs, segíts! Nyomjam. Szóval nem tudom, nem, és olyan jó lenne ez valahogy. Be kéne menned egy szülésre. Kedves, de hogy egyszer csak kopogja, vagy kezdj csokkolom. Jó napot kérlek. Hadáljak itt. Nem, hadd segítsem ki. Ott orvosi felügyelettel meg kéne csinálnod a dolgot. Hogy ott tartani a kis fejét, köldökzsinort elvágni. Ez igaz lehet, mert repüléses álmom is akkor múlt el, amikor repülőre ültem, azóta nem álmodtam repüléssel. Hát, tehát lehet, hogy bekéreckedjek ide a SOTA egyes számúra, vagy valahova, és vezessek le egy szülés, vagy hát nem nevezessem. Örülnének neki. Elnézést, csattanak kis kesztyű. Már itt is vagyok, segítek, mit hozzak? Miben segíthetek? Mert lehet, hogy egyébként nem levezetni akarod, hanem segíteni a levezetésben. Vagy az is, hát az álmoskönyv szerint, értitek? Szerintem ezt jelenteti, hogy valami nagy dolognak a születésében szeretnél segítkezni. Én meg azt érzem, hogy felelősség van, és ez a felelősség, ezzel nem tudok megbirkózni, és valahogy így szeretnék ezen túl lenni. Nem akarod magadról ledobni. Nem, én meg akarom. Egyébként meg szemmeggyőződés, ami meg tudnám csinálni. Tehát szemmeggyőződés, kicsit várom ezt a helyzetet, amikor ülök egy taxiba, beáll mellénk egy taxi, és egy nő átnéz. Segít! Szép Balázs! Átmegyek, kezelem a helyzetet, megnyugtatom, ölbe veszem a fejét, szólok a taxisnak, induljon a kórházba, a többit bízza rám, és világra hozom. Szerintem egyébként... A babát! Van. Simán meg tudnám csinálni. Van a rádiónak a taxis partnere. Hát meg lehet beszélőről szólni, hogy a diszpécsernek legyen egy ilyen forró drótja, olyan vonal, egy szám, amin csak téged lehet hívni. Abban a pillanatban, hogy valaki bejelentkezik, hogy srácok, segítség kell, itt ez a nő meg fog szülni mellettem, abban a pillanatban Balázs, akció. Akció, Akácsó utca 12, Akácsó utca 12, szülőnő. Baby kód. Vöröskód. Segítsen, Balázs, van Kenobi, ön az utolsó esély. Mire, Zoli? Biztos nem voltál bent a kisfiad születésére, de bent voltam, ott voltam. Félrelögtem mindenkit, csak aztán kivezettek. Igen. Zubbonyba, hogy menjek innen. Ez nem az elábatlankodjon. Sebestyén úr, egyel jobbra. Igen, Sebestyén úr, ez a belgyógyászat. Itt egy nagyon komoly. Sikított a Viki, néhány ajtóval arrébről. Egy nagyon komoly vakvérműtétre keresünk. Mivel segíthetek? Mit csináljak? Uram, ez nem az a korterem. Az ön felesége egyel följebb szül. Kérjük, távozzon. Itt egy perforált vakberet szeretnénk eltávolítani. Na mindegy. Ha valaki szül, és eszébe jutok. Hívjon. 0-76-40-0-0-0-0 az SMS számunk, jelezze. Jelezze, hogy szül. Jelezze, hogy hol szül. Jobb kezemet feldobom a levegőbe, ökölbe szorítom, veszek magamra egy kis kék palástot, és odaszaladok. Jó? Ti meg tudnátok csinálni?
Hát úgy, mint te, igen. Ott érzem. Most azt érzem. Hiszek a gondolatteremtő erejében. Lehet, hogy ez az egész álom, ez azt jelzi, hogy előbb-utóbb fel kell, hogy készüljek arra, hogy beleszaladok egy szülőnőbe. Igen, de akkor tehát, meg hogy kész lélekben készülök arra, hogy egy hét múlva levezetek egy szülést. Meg kell csináltatni a ruhát hozzá. A Superman nem ruhát. Egy S lesz, hanem egy S, mert a szülész. Hívjátok a szülész. És látjuk, hogy nagyon teperek a városba, villamos mellett, kis kék palásba, piros ruhába, kis árazba, jobb kezem előre, és rohanok, mert az valaki szül. Összesúgnak a hátad mögött. Ott volt, láttad? Szülni megy! Segít, nézd! Valaki megint szül, egy új élet jön a világra. Valás, lehet, hogy szorulásod volt éjjel. Oh. Na, erre is gondoltam már, minden este úgy fekszem, hogy megeszem egy kiló asszalt szilván. De, segít. De így is jön az álom. Na mindegy. Nektek semmi visszatérő álom? Semmi ilyen? Én már úgy fekszem le, hogy vajon ma ki? Vajon ma kisfiú lesz, vagy kislány? Nektek semmi? Nem, én mindig azt álmodom, hogy terhes vagyok, segítséget kérek tőle, te meg ott tépelődsz. Ott toporogsz az ágy mellett, és nem akarsz segíteni. Te nő vagy az álmodban, igen. És ott jövök riadta. Segíts, Balázs. De maga biztosan jövök? Csattan a gumikeszi, ott vagyok, érzed, hogy segítek? Bízol bennem, vagy egy ilyen kicsit tétova, ilyen valamilyen zavarva lévő embert látszott, aki nem nagyon tudja, mit csinálja. Nem. Én az álmomban úgy érzem, hogy nagyon magabiztosan vagyok. Igen, te nem vagy zavarban, nem. Ő fél. Én úgy érzem, nagyon jól tolom. Az vagy, hogy bejössz, és akkor nagyon Sasha helyén vagy, és akkor az összes ápolónőcske rögtön elkezd olvadozni. Sasha helyen, ő Udo Bringman. Így van. Igen. Az ifja Bringman. Érted? És akkor bejön, és akkor, vagy bejössz, és akkor elkezdenek, hogy itt van ő. És akkor kezdenek kigombolkozni, és akkor senki nem foglalkozik velem, és nekem egyre erősebbek a fájásaim. Már nagyon tolod. Nagyon megszabadulnak már az édes tehertől. És hát így. Nem segít. Ez valószínűleg egyébként ez lehet az oka. Valahogy össze kéne neked hozni egy szülést. Igen, jó, ha valaki szül, akkor szóljon. Na, szóljon nyugodtan. Egy kérdés alkotó, hogy szimplán perverz vagy. De nem, semmi ilyen kukkolási vágy, meg semmilyen nincs. Nem is látsz részleteket. Nem látok semmit, hát annak örülnék, ha már látnék. Már, hogy legalább a fej meg legyen, érted? Hogy egyszer végre ezt letudjam ezt az álmot, kihúzzam valahogy a gyereket, nem tudom, ezt húzni kell, vagy forgatni, vagy nem tudom, mit kell csinálni. Forgatni. Hát van egy farfekvés. Jézus. Hello! Azonnal mindenki tudja. Mi van? Hello, megint a hooligans közben. Hello, sziasztok. Jó reggel. Mi van? Nem tudtok aludni, vagy mi van? Nem. Hello. Szevasztok. Azok nevében, kedves Balázs, akik sokkal több rockmuzsikát szeretnének. De már üljetek le, ha le tudtok ülni, nem vagyunk bekészülni egy székkel. Azt a mikrofon húz már. Ti mit csináltok itt? Se egy kamera, semmi, mi van? Ti mit csináltok itt? Követelésetek van. Hát... Több rock zenét ebbe a rádióba. Figyelj! És pont, benyújtsuk a Pet Y-t. Mi van? Itt várj, egy olyan arrébb egyébként. 10 után a titusszal. 10 után, ha már 8-kor itt van. Hello, fiúk! Ti most komolyan mit csináltok itt? Hello. Jöttünk bennetek letámadni, mint már mondtuk, itt a Zsolti barátom elmondta, azt szeretnénk követelni tőletek, kedves Balázsom, hogy sokkal több rockzenét játszatok, légy szíves. De ezt miért tőlem? Hát én nagyon helyesek vagytok. Mert ti vagytok a Klassz FM arcai. Na. Az van a fejetek, hogy én írtam a rockzenét. Én csak a Jani reggeli muzsikáit írtam egyébként. Összecsengerek az elképzelésétek, mert akkor vannak rockdóták reggelenként, amikor Balázs szabadságon van. Ő szeret szabadságra járni. De várj, most ne az legyen, hogy én írtam ki a rockzenét. Több szabadságot, Balázs. A feleséged azt mondta egyébként. Jó, hát a feleségem most sok minden van. Figyelj, várj, mondom a Titus számát, itt van. Jó? Csak hívd föl adásba. Az már keményebb menet lesz. Tessék? Hívd föl adásban. Hogy itt van nálunk a huligáns. Igen, és hogy több rockzenét akar. Több Eddát, P-mobilt, Kartágot. Ti megőrültetek? Igen. Több Ossian, több Akelát. De mi nem játszunk titeket? Vagy játszunk? Nem tudom. Vannak huligáns dalai. Az nem rockzenét. Minket játszottok. A többiekért állunk most ki egyébként. Ja, hogy ti most nem is magatok miatt jöttetek. De azért, hazudnánk, ha nem magunk miatt, de. És ezt hoztunk is magunkkal nektek valamit. Egészen spontán, ha már bevonultatok, ekkora kamusok vagytok, hogy tüntessük. Ilyen korán kellni azért csak, hogy vízből. Gyanús volt, én mondom, hogy azt hittem, hogy valami kamerával jöttök. Igen? Mit hoztatok? Hát a legújabb lemezünket, ami ma fog megjelenni, nagyon durva. Ja, és akkor most... Nagyon rock. Most kezd akkor összeállni nekem, hogy akkor most ilyen nagy ilyen média lerohanása, hogy mindenhol berohantok minden műsorba, és akkor mindenhol egy kicsit a lemez? Nem? Ez ő, vagy ez egy régi? Ez az. Hozzáértem a Hooligans új lemezéhez. Én meglepődtem volna, hogyha egy régebbi lemezt hoznak. Nekem lát, egyébként nyugodtan. Jó, milyen szegény a büdzsé, hogy egy lemez van. Nem, kérem, mindenki. Csodálom, hogy egyáltalán még kiadtok le. De tudom, hogy nem nagyon szeretem a rockzenét, de ez mondom, ez nem annyira rock, ez még te is megbírod emészni. Én meneteket kedvelek egyébként. Én nem is tudom, hogy miért nem játszok többet.
Egyébként most fura, de én mondom mindig a Titusnak, hogy reggel például egy-egy huligán simán játszhatnánk, de hát egyszerűen nem játszunk, nem értem, hogy miért. De van Görzeláudunk, meg Maroon 5-unk. Nagyon jó. Na, és mit szóltok ehhez? Már mink van még? De most Jézus derülők is van. Derülő van. De van egy derülő is, igen. Na, szóval mi van veletek most? Azon ki, hogy a rockzenét jöttetek népszerűsíteni, hogy legyen több rockzene, ezt akarjátok? Legalábbis részül a hooligans. Legyen több hooligans. Mit játszunk? Most komolyan ezért föl, tehát hogy nem hiszem el, nem, ezért is nem találok szavakat, hogy ez a három gyönyörű férfi, aki este 8-tól hajnali 4-ig szokott élni, mit keres itt 7-kor? Nem, tehát, most direkt azért lefeküdtünk már korán éjfélkor, hogy le tudjunk támadni benneteket. Egyébként meg a lényege az a mai támadásnak, hogy mint már ugye Zsoltika mondotta, hogy ma dedikáljuk ezt az albumot a Váci utcába, oda szeretettel várom minden hooligans rajongót, illetve nem hooligans rajongót, illetve titeket is majd, ha letelik a munkaidőt. Mindenképpen. Mindenképp, srácok, én 10-től 10, már innen oda indulok. Hánykor lesz ez? 5-kor. Délután 5-kor. Délután 5-kor, de ha már fél ötre ott vagytok, az sem van. Jól van. Na, és megéri még egyetlen lemezt kiadni, vagy ez érdemes? Mert csomóan csinálják úgy, hogy feltöltik meg, mit tudom én, hogy ezt még így veszi valaki, mert baromi nagy közönségetek van, de hogy ez ma még megy. Mi próbálkozunk, meg van mit lemezre, amíg van mit lemezre írni, rakni, dolgozni, feljátszani, addig mi bízunk benne, hogy de meg amíg vannak lemezkiadók, addig mi bízunk benne. Addig érdemes. Nekünk is van egy ilyen sztorink vele, vagy egy ilyen ötlet vele, hogy nagyon olcsón adjuk most, és nem is az benne lényeg, hanem hogy mindenhova eljusson tényleg, és újságárosoknál lehet kapni, nem a CD-boltokba, úgyhogy most egy hónapig mindenki újságosnál tudja megvenni, de így. És igényesek vagytok, ahogy látom, mert hogy egyébként attól független, hogy nagyon nyomotáron adjátok, nem látszik rajta a kompromisszum. Nem papírtokos, nem gagyi kétlapos buklet van benne, jól néz ki az egész. Teljesen rendben. Nem az volt fel a cél, hogy gagyit adjunk, hanem hogy pont, hogy olyat kapjanak a kezükbe az emberek, ami igényes. Júj, de szépen, minőséget jó áll. Egyébként tök igazatok van, szóval, hogy Jani nagyon hörgő, röfögő, ilyen vérrel oltott, ilyen nagyon durva elkapcsolási faktor metal zenét, én reggelről azt így nagy nehezen, de kimunkáltam. Amikor nem vagyok, akkor a Jani mindig becsempész egyet-kettőt, de hát azért lágyabb rockot, ami nem annyira durva, azért abból adhatnánk többet, akár rádiószinten is, tehát ebben én maximális egyet értetek veletek, csak a Jani nem olyanokat hozott reggel, nem? Feri, hát azért volt egy-két. Hát egy 80-20-ban. Tehát azért néha azért... Jó, neked már a Europe is fáj. Na, akkor baj van. De van egy ötletem egyébként, mi lenne, hogyha erről az új remezről mondjuk lejátszanátok most a kedves hallgatóknak az első dalt mondjuk. Nem olyan kemény, de legalább jó. Az első dalt az intro. Nem az első, bocsak, akkor a másodikat. Figyeljetek, melyikhez készül klip, vagy melyiket akarjátok majd itt játszani, vagy játszatni, vagy melyik a sláger, bármelyiket lejátszhatjuk. Aha. Amiről szó is van, az intro utáni következő első dal, úgyhogy igen. És melyik sláger gyanús, melyik nem? Nem úgy, hát mindig van egy ilyen gondolom, hogy ezzel jövünk ki először, aztán ez. Bármennyire értetlen, mindegyik sláger gyanús. Igen? Olyan lemez nincs, amit 12 sláger van. Na jó, abból a kettő, vagy egy intro? Igen, egy intro. Azt hittem van outro is. Szoktátok csekkolni koncerteken? Már a lemez megjelenés előtt az új számokat? Hát most már erről a lemezről két dalt játszunk. Most már régebb óta, mert azok hamarabb elkészültek, meg volt hozzá. Azt hittem, azokat már megtanultuk. Igen. Azok is lágergyanús nóták egyébként szerintünk, csak azok gyorsabb dalok, mint mondjuk egy lassú szám, úgyhogy... De ez lassú, ez a mindörökké? Nem, ez gyors. Ja, jó. Ez gyors. Nem, fijetek, van, annak ellenére pont. Kérdezi valaki esemes, hogy torrentes albumot is aláírtok? Azt hozhatják. Legyen ott, jöjjön. Akkor a rohadékok nagyon imádom. Na jó, de hát mondjuk, ha valaki valahonnan leszedi, nyilván inkább vegye meg. De ha leszedi, az még nem jelenti azt, hogy nem fog elmenni a koncertre. Úgyis a koncert a lényeg, valljuk őszintén. Most már csak a koncert. Most a Klassz nyárnak az egyik legemlékezetesebb buliát adtátok egyébként a Balcsin. Hát arról legendákat mesél mindenki. Azóta is egy irgalmatlan jó koncert, ott rettenetesen sokan voltak, és végén is végighallgattam egy pár kilométerről arrébről, mert kínültem a teraszon. Kinőltem a teszem, és odáig gyakorlatilag minden elhallatszódott, és aztán másnap mondták el a Zsuzsék, hogy fergeteg volt. De egyébként mindenki, a hallgatók is írták. Viszont jó volt.
Sőt, mi több, december 27-én milyen fergeteges bulit fogunk. Na jó, szóval én értem most már, meg én benne vagyok, meg mondjátok, meg támadjatok le, meg minden. Ugyanint, amíg használt baba ágy eladó. Igen, tényleg, ma dedikálás december 27-ére Darina koncert itt meg ott. Jó, oké, srácok, meghallgatjuk szívesen, tehát, hogy én abszolút kampányolok mellettetek, hogy legyen reggel huligánc, mert mi is örülünk, ha valami kicsit mást játszunk, azért ennyi kulisszatitkot elárulhatunk, hogy azért minden nap ezeket a zenéket meghallgatni, tehát imádom David Gettát, meg Likely Eat, de azért néha egy-egy rockzene, azért ha becsúsz. Tessék? A jobból is megártasok. Igen. Jó, mindörökké legyen akkor ezt akarjuk? Igen. Legyen akkor ez. Jó. Andy, közben kapok itt infót, hogy te már a harmadik gyermeket is föltetováltattad? Most, tegnap, vagy mikor? Tényleg? Volt még szabad felület rajtad? Hova tetted? Van bőven. Még bőven? Ott van. Édesem. Édesem. Ott a harmadik gyerek is. Igen, látszik. Újra elkészült. De még van egy pár hely, nem ennek. Igen. Még azért fér valahova. Na jó van, innen hova? Mentek tovább? Mikor fejlődünk? Hazá vagyunk, elkészülünk és indulunk a dedikálásra a Váci útra este. Fúj, nagyon nem is kérdezek. Nekem van neked. Ja, van neked is. De hogy azért ne ússzuk meg alkohol nélkül, háromkor indulunk egyébként egy ilyen birbájkkal, egy ilyen sörös biciklivel a médiával együtt. Keresztül a városon, rendőri kísérete. Felvigyázás. Így mentek? Tényleg végig tekertek a városot. Igen. És Tibi hol bosszankodik most éppen, hogy hol vannak már? Nem beszéltem. Valahol nagyon fetreng még egy tegnap. Neki a 7 óra találka azt jelentette, hogy 7 órakor ébresztő. Igen. A birbátnál van a találkozó a 7-kor, te most ott vár. Na jó, akkor egy huligánz dallal megyünk tovább a mindörökkével. Jó, köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük mi is. És köszönjük. Sziasztok. Több rockzené. Hallottitus. 8:00 pontosan 3 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. És nem több rockzenét akart a huligánz? Volt benne gitár jó bőven. Ja, hogy most az a rockzene, amiben gitár van? Vagy most mi van? Jani, te vagy a rockszakértő, de most nem azért jöttek a srácok, hogy legyen több rockzene? Mert hogy ez helyes volt, de szerintem ez nem annyira rockzene. A magyar viszonylatban ez rockzene. Tehát ez inkább pop-rock, igen. Tehát ezért ez nem ott valami durvább? Hát az általam hallgatott csapatoknál ez egy unplugged volt. Most nem azt mondom, hogy az a te végleted, de nem, úgy értem, hogy ezen az albumon, tehát hogy meghallgattam volna valami tényleg zúzós, igazi, odavágós huligánzat. Nyilván azt hozzák, amennyi valamennyire rádióbarát, hiszen egyébként nem játszaná őket a rádió, tehát ebben mindig van egy kompromisszum, hogy megértem. De most itt van egy 12 dalos album. Biztos, hogy van rajta zúzósabb. Lehettek volna egy kicsit bátrabbak, igen. De ez egyébként egy tök rádióbarát, rádiókompatibilis, tehát ezzel az ég egyet a világon semmi baj. Nincs. Csak... erősebbet vártál. Azt hittem, hogy valami igen, valami... Hát nekik is van azért egy-két erősebb daluk, nem? Ja, ami zúzósabb azért. Jani majd végighallgatja az albumot délután, és választ holnapra egy zúzósabb dalt. Na? Persze, minden a huligánz lesz. Hát de most egy huligánz hét. Helyesek, imádom őket egyébként, abszolút önazonosak, helyesek, normálisak, tényleg rengeteget interjúztam velük régebben, szóval jó arcok, kedvelem őket. Emlékeznek rá, hogy vagy... Persze, normálisak őket. Az Andyvel egyébként rendszeresen futottam össze egy időben a Szecskába, mert ő is a legnagyobb gőz meg szauna király. Tehát, hogyha nincs ott heti 3-szor, akkor volt időszak, amikor én is oda jártam, mindig teljesen betépve jött ki a gőzből. Hello, Andy, hello. Láttam, hogy azt se tudja, hol van. Gőz, merülőmedence, szauna, merülőmedence, hát ezt ő rendszeresen nyomja. Na, ez volt 10 évvel ezelőtt, ma mi mostanában az óvodában találkozunk. Tehát tényleg, mely óvodába jár? Igen, tehát oké, hogy rock'n'roll élet, meg buli, meg pia, meg csajozás, de közül például az Andy az nagyon sokat dolgozik azon, hogy azért még így 30 év múlva is tudja ezt csinálni. Csak erről kevesebbet mesél. Az egyik kedves hallgatók írja, hogy nagy bajon srácok, Berecki Zoli elindult felétek, és egy CD is van. Több Berecki Zoli? Ő nem jöhet be, csak szólok. Tehát, hogy de a The Hooligans is igen, szeretjük. Szögezzétek be az ajtót. Van egy határa, vagy hogy? Igen. Vagy ha bejön, akkor ő ülni fog én állni. És nagyon szigorú leszek vele. Na! Azt mondja, hogy egy-két közlekedés, mert ugye nagy most a pánik a budapestiek között, hogy mi van a Hungárián, meg a Megyeri hídon, meg a Szentendrei úton, de egyelőre úgy néz ki, hogy jó. Budai alsó rakparton most találkoztam 2 hókotróval. Valamit már tudnak. Rohanok haza hóláncért, írja Góri. Aztán Pacsirta mező utca áll a Kolosi térig, és egy jó hír is van, hihetetlen, de a Szentendrein szinte megállás nélkül be lehet jutni a városba. Andorra szállító. Trafipax az M3-ason, a 185-ös kilométernél Budapest felé a Görbeházi benzinkút és a debreceni lehajtó között.
ezt pedig Skoda 445 küldte nekünk, a Szentendrei út egy álom. Most lehet, hogy kiürült, mert tegnap mindenki arra ment, megijedtek, most mindenki átmegy a Megyeri hídon, most jól lehet majd haladni a Szentendreim? Igen, de most, hogy bemondtad, most már mindenki visszamegy a Szentendrére, tehát egy óriási, perc múlva lesz tele. Óriási hatalom ez a rádiózás, hogy irányított Budapest forgalmát, nem? Leterelsz, elterelsz, odaterelsz. Igen. Kérdezi valaki, nem az intrót játszottát? Jó, ez nekem mindig egy kicsit jó és megnyugtató, hogy nem csak én tudok ilyen lenni, hanem azért vannak lélektársaim, akik velem együtt azért tudnak egy picit szemétkedni. Na jó, oké, el is ment az idő. Óven bácsira, Beru nénire nyitunk rá már, és itt van a játékos. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Hello, jó reggel, sziasztok! Szia Bali, szia Jani, szia Feri! Hello, szia! Hello, hello Péter! Csá, Péter vagyok, így van, sziasztok! Igen, Péter, hello, honnan hívsz minket? Én Pertinon Rátkevén vagyok, szabadságon vagyok, a halakat rémizgetem, de egyébként annyira, budapesti vagyok. Annyira tudtam. Érezted, hogy egy horgász? Így van, tehát ne, a Rátkevéből már olyan tudtam, hogy mondom, ez csak a horgász paradicsom lehet. De lehet horgászás közben rádiózni, nem ijednek el? Hogyne, itt vagytok a fülembe, bele vagytok dugva ezzel a headsettel. És jól kapnak, vagy van fogás? Vagy nem tudom még, hogy mondjam, most fogok kimerészkedni csak, mert elég hűvös van. Hogy még kávézgatok egyelőre, és titeket hallgatok. A lehető leglaikusabb kérdés, amikor nem értesz a percadáshoz. Kapnak a halak? Van fogás? És horog rakat már valami? Van már valami a szákba? Annyira nem értem ezt a dolgot, hogy az hihetetlen. Mennyi most egy éves horgászengedély? Hát ide a Kisdunára, ide 27 volt. Egy évre? Így van. És akkor ami lehet, azt kifoghatod, elviheted? Hát azért nem úgy van, hogy igen, azért hát azt mondom, hogy ami a szabályzáson belül van. Így van. És egy napi egy most? 2000-2005, nem tudom, mivel éves egyen van. Hát akkor nem, rossz. Évest kell venni. Az se rossz. Mi volt a legnagyobb? Hm? Na, kamuz valami. Legnagyobb, beszéljünk már valami másról, mert hogy mondjam, nem vagyok valami nagy. Ja, hobbi, üres a szák általában. Hobbi pecás vagy? Így van, én természetet szeretem Isten igazából, és hát szerintem az én csaljaimon nevelkednek meg az etetésemon, nevelkednek a halak. A többieknek neveled őket. Így van, a szomszédok örülnek, amikor meglátnak, mert azt mondják, na megint 10 nap pár kilót a hal. Tehát akkor te csak egy kicsit túlbonyolítod az etetést valójában. Nem, utóbbi időben már nem. Igen. Jönnek a többiek, mondják, Kösz Péter, hogy beltettél hátba veregetek, leülnek, kifognak mindent, te meg elkulogsz a kis táskarádióddal. Így van, jön a pancser. Igen, de most egy csomagolj meg kell a hely. Igen, figyelj, klasszik hűtőtáska, kis jégaksikkal, leteszed a stégre, kis rádió. Van itt édesapámnak egy kis házikója. Ja. Szigeten, a Angyali szigeten. De ugye te nem öltöztél ilyen, hogy hívjáknak, kommandósnak? Nem vagyok terepgyerek. Na, jó van. Mert hogy azért néha, amikor ott a vízparton meglátod a horgászokat, akkor hirtelen azt hiszed, hogy megszállta ott a, hogy hívják ott a Specnaz a környéket, vagy nem tudom, valami speciális egység. Igen, mert úgy van, a tengerparton nagyon fura módon, mintha háborúra készülnének. Ami igaz is, mert hogy a halak ellen háborúznak is. Túszokat is ejtenek. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj! Köszönöm, Feri, köszönöm, hogy a mély tudatalatimban kezeled ezt a visszatérő álmot, amit nem bírok már megálmodni minden héten legalább egyszer. Neki sikerült. Így van. A világra hoztak egy kis buckalakót. Kis buckalakó az. Egy kicsit egyébként halakszom Beru nénire, hogy nem szólt. Ja, hogy pont szólhatott volna, hogy teherbe akar esni. Lehet, hogy némán van a telefonod, nem? Lehet, hogy némán van a telefonod? Nem, mondjuk igaz, hajnali 4-kor volt egy nem fogadott hívásom. Ugye, az Olderánról, vagy honnan? Ők a Tatooine-on vannak, igen. Oké, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Oké, köszi. Hát ez zsír, azt se tudom mi ez. Lövésem sincs, fiúk. Semmi? Vegyük ki a bögrét, legyen hosszabb? Hát még ne, azért még egyszer küldjétek, hát most jobban fülelek. Jó. Hát szerintem a bögrét kapásból, igen, vegyétek ki. Jó, nem kivettük a bögrét, mutatunk hosszabbat, figyelj! Hát ezt még eredetibe se találnám ki szerintem, nem tudom. Megmutatjuk az eredetit, hogy mi lett volna, jó? Köszönöm szépen!
Illetve egy Elton John. Elton John. Nem. Hát. Így járta. Így van. A nap... Nem volt könnyű. Én szeretem ezt a számot. Egyszerű, de... A naphenű király. Kövezetek meg, dobjatok kútba. Jó! Dobjatok le egy szakadébe. Én bírom ezt a dalt. Az a baj, hogy nekem mindig ilyen, hogy hívják, így ilyen férfi dekoltás jut róla az eszembe, tollak, ruhák, iszonyat nap, Jani, szemcsik, nem és 30 kiló flitter. Te vagy ja, a beteg, azért, mert nem ez a baj, hanem kicsit érzelmes, kicsit érzelmes, kicsit megérinti a férfi lelket. De ha bennem, hogy csináltad, már kezdtem élvezni. Nem, ez valami, ez torogik. Tehát nem ez van benne, azért ez még jó. Tehát jó ez. Felraksz egy ilyen lemezt, kitöltesz egy pohár bort, átkarolod a feleséged, és lassúzol a nappaliban. Tehát, hogy ezzel nincs semmi baj. Jó szórakozás. És nem ez, hogy zombi halál. Tényleg nem bírod? Én bírom ezt a dalt. Tényleg. Lehet öregszem. Azt hiszem, igen, kicsit szentimentális, hogy egy gyerekszülés, és a háttérben Elton John segít. Én vagyok az öregszem. Ja, Istenem. Atya úristen. Én vagyok az őr. Ez happy gang. Oké, okay, figyelj, bögre nincs, jó? Viszont okay. A többi megvan, Péter. Jaj, de zsír, király. Na. Köszönöm szépen, fiú. De miért lenne meg a többi? Nem is szóltok. Most már odaadtad. Nem is szóltok. Te adtad oda. Te adtad, aztán jó. Na, szerintem jó szívű vagy. Nem, hát nem találta. Fogalma nem volt. Én meg csak... Lövésem nem volt, így van. Hát látod, hogy bebuktad. Nincsen semmi, Péter, ne haragudj. Hát, nem baj, így is jó. Köszi. Tök jó. Én köszönöm, csak. Jó, elől. Majdnem átvágott minket egy ajándékcsomaggal. Hát azért erre figyeljetek. Ne, hogy a Dunának menjünk már. Úgy, ennyire elérzékenyültél Eltontól. Elton azért nagy barátom, igen. 4 perc szóval pontosan, 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello! Sziasztok, jó reggelt! Feri! Hello! Jani, jól megszívtad, előbb Elton, most Prince. Jobb lesz, ha már most keresel egy ATM-et, vagy ATM-et, egy bankautomatát, hogy tudjál egy kis pénzt levenni, hogy túltedd magad ezen a sokkon, bár Prince-t azért kedveled, nem? Vagy legalábbis elismered inkább. Prince jó arc. Prince jó. Hát, még jó gitáros. Jó, itt Elton is be lehet vállalni, jó zeneszerző. De Prince-t egyébként nem hallottam, mert Elton után már kimentem az automat. Nem, Elton után kimentél meghánytatni magad, úgyhogy, és most értél vissza. Na, srácok, ezt most elintéztétek. A Váci út külső része teljesen elesett. Hát igen, most mindenki oda ment ugye a Megyeri hídról, mert tegnap mondtuk, hogy senki nem menjen a Szentendrei. Most szenzációsan lehet haladni a Szentendrei. Most a Megyeri hídon átmenve, ugye a Szentendrei forgalom elárasztotta a Váci út külső részét. Holnap mindenki menjen újra a Szentendrei úton, hogy a Váci útiak tudjanak haladni. Terelgetjük mi őket, tehát ezzel nincs baj, segítünk. Úgyhogy tudjuk is, hogy mit kell csinálnunk majd 10 óra magasságában, mert hogy mi megyünk át Budatéténybe. Egy értekezletre is szeretnék, hogyha jól lehetne haladni a Lágymányosi hídon. Hogy nem, 9:30 áll a Lágymányosi, senki ne menjen arra. Ne, életveszély. Óriás dugó, igen. Tegélelmet, vigyetek. Káosz van a Vörösvári úton, Eurocenter Flórián tér 20 perc. Ez már ugye annak köszönhető, hogy az Árpád hídra nehéz feljutni, átjutni, a másik oldalon már dolgoznak. Karambol van Győrben, a Széchenyi nagy hídon a belváros felé, most duzzad a dugó, aki tud kerüljön a Révfalusi híd felé, ezt pedig Gabesz küldte nekünk. Valamint Léci, tudjátok meg, hogy a budai alsórakpart a Mazaik utcától miért öcök 3-mal? Kérdezi egy hallgató. Erre még nem jött válasz, de ha megvan, akkor azonnal mondjuk. Szentendreit elhagyva egy teherautó tetején egy kis kamera van, bármi lehet. A Szentendrei út még üres, a Megyeri hídra feljutni 20 perc. Tényleg mindenki arra megy. Szentendrei tök üres, mindenki megy a Megyeri híd felé. Most akkor ajánljuk újra a Szentendrei utat? Nem merem, mert az a római biztos, hogy vissza fog dugulni, hiszen az Árpád hidat is csinálják már, vagy a másik oldal. Hát szerintem konzultálja a kezel gyorsodal, csak utána ilyen bármit is. 3 hete van a korlátozás az M, hol 15-ös, 50 métert nem tudtak leaszfaltozni a Horror Udiból, írja Lac. Köszönjük szépen. Volt még egy fontos. Igen, a 10-es út Budapest felé a Solymári áruház körforgalomtól lépésben halad, a Budapest tábláig, Vörösvári úttól Árpád híd felé, minden sávban telített kocsisor, ahogy erről már az előbb beszéltünk. Na, ma ilyen meglepetések adása van, nem? Mondhatni, tulajdonképpen. A Hooligans minden esetre az volt. Tehát, hogy így készültünk már egy csomó mindennel, és aztán így jönnek, mennek itt egy csomóan, és mindenki vagy mondani akar valamit, vagy hoz nekünk valamit, vagy
vagy meglep minket. Ugye a Hooligans hozott egy rockzenének álcázott könnyűzenei albumot. Egy számot hallottunk róla, na most én egy kicsit elkezdem védeni őket. Nem tudjuk, hogy az összes többi milyen. Igen, de hogy mindegy, helyesek, aranyosak, ma este 5 órakor dedikálnak, ugye ennyit segítsünk nekik, mondjuk el nyugodtan. Igen. Igen. Igen, ott. A Váci utcában ott. Dedikál 5 órakor a Hooligans, úgyhogy aki szereti őket, menjetek. Torrentes albumokat is szívesen aláírnak. Azt mondták a fiúk. Egészen nyugodtan, nincs harag. És a napilapok mellé lehet kérni. Így van. És támogassuk csak őket egy kicsit, a magyar rockzenét, nincs azzal baj, tehát el lehet ezt mondani. És ugye beszéltünk arról, hogy minden embernek vannak visszatérő álmai, vagy legalábbis a legtöbb embernek, kinek kicsit neurotikus, kinek szép álmok, kinek furcsa álmok, kinek megmagyarázhatatlan álmok, és nekem a szülés. Ennek számos magyarázata lehet, a kis testvér érkezik, a nagy probléma van a vállamon, és egy szülésként manifestálódik egy álmomban, vagy az álomban, nem lehet tudni. A lényeg, hogy nem sikerült még tulajdonképpen meg világra hozni a babát. Tehát az álomban. Széttárja, oda nyúlsz és eltűnik. Ez az oda nyúlás sincs meg teljesen. Az sincs meg. Szerintem te félsz ettől az egésztől. Fél, te nem mersz oda lépni. Nem, az van mindig az álmomban, hogy állok tétován a teljesen ismeretlen nő válla mögött, oda lépnék már hozzá, hogy betérdeljek, és erre mit látok? Ja, egy kopasz ember. Igen. Azt mondom, akarok. Jani, te mit csinálsz az álmomban? Ez az én álmom, menj innen. Bocs, Balázs, én még nem végeztem. Szóval, hogy nem tud ez a baba megszületni. Nem tud megszületni. És érkeztek hozzánk, még jóval 8 óra előtt, ketten, akik próbálnak ezen segíteni, úgy, hogy azt sem tudtam, hogy jönnek, arról meg végképp nem tudtam, hogy ilyen van. De valami nagyon érdekes dolgot hoztak. Nem, egy áldott állapotban lévő nő, aki készül, akinek már tolófájásai vannak. Igen. Itt van velünk Dóri és Imre. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, sziasztok. Ti már itt voltatok 3-4-8 körül, csak én azt hittem, hogy valamelyik másik rádió, vagy valahova fölvártok, aztán kiderült, hogy ti is ránk, mert hogy hallgattátok reggel az adást, igen, ugye? Igen, pontosan hallgattuk reggel az adást, és nagyon megörültünk, hogy neked ez visszatérő álmod, hogy szülést szeretnél vezetni. Nem és tudtam, arra, hogy ezzel boldoggá teszlek titeket. Abszolút, arra gondoltunk, hogy tudunk rajtad segíteni, és melyikötök valóra... várandós? Igen. Hát egy modellt hoztunk. Imrének is kéne segíteni. Egy modellt? Milyen modell? Egy oktató modellt, amin szülést lehet levezetni. Wow! És arra gondoltunk, hogy akkor Balázs ezen te tudsz egy szülést levezetni. Várj, hogy tehát van egy női altest. Pontosan. Abban van egy baba. Igen. És azt én világra tudom hozni? Igen. Igen. Gyerekek. Tartozik hozzá placenta is, és köldögzsinór is, úgyhogy abszolút életű. Placenta nélkül sehova nem megyek. Hát egy jó placenta. Ugye az maga méhlepény tulajdonképpen abszolút. A placenta. Igen. És világra lehet hozni. Világra lehet hozni a babát, pontosan. De hát aki tudja, az csinálja, és ez a dolga. Aki nem tudja, az nevezessen szülés. Ez mire jó ez a baba? Hát szülésznök. Aha, gyakorolnak. Illetve oktatásra. Igen. De igen. Van ilyen, hogy amatőrök is bemennek el legyakorolni, és ha véletlenül nem. Az utcán belefutsz egy ilyen szűkúba. Nem, ilyenről még nem hallottunk. Amatőr csillagász, amatőr szülésznő. Igen. Ja, hobbista szülésznő. Igen. Hát nem, oktatásban használják ezeket a modelleket többnyire. Aha. A kereskedelmi forgalomban, esetleg erotik shopokban lehetett kapni. Ja, nem gondoltunk. Erre vissza a fantáziát. Most már itt közben egyébként ezt kicsomagoltuk. Igen, egy női altest fekszik itt. Egy kis tubussal, az nem tudom micsoda. A síkosító. Én nem mennék azért egy női altesttel ilyen messzire, nem, én csak egy szülést akarok levezetni. Tök fura, hogy én mindent felismertem az asztalon. Jó, hát nem is kikorognak nálad az ajtó. Hát nem. Minden zsanér rendben van. Minden zsanér úgy be van sikosítozza, mint az állatjanéknál. És mindegyik zsanér mána ízű, ugye, Jani? Hihetetlen. Na, szóval, hogy és ott ló ki a köldök zsinór is ebből a bábuból, vagy babából? Igen, jól látod. El is lehet vágni? El. Imre, te mi vagy a projektben? Én segítek megszülni a babát. Te segítesz megszülni a babát? Így van, tehát, vagy nem tudom, valamelyikőtök szeretne segíteni. Tehát valakinek kell lenni a babának. Bár az biztos, hogy én akarom világra hozni. Igen, akkor... Kitolni magamból, akkor ha ilyet vagy. Lehet. Hát hogy... én leszek a baba, mert én vagyok a legkopaszabb. Dugd már be a fejed. Tényleg. Tehát várjál, aki segít, akkor hogy hát, ha le tudunk ezzel az álommal számolni. Tehát aki segít, betérdel a baba elé. Igen. Ugye ő hozza világra a babát, igen. De kell a tojófájás. Néha történik egy kis baleset, de... A tolófájást imitálni, valakinek a baba belséből nyomni kell a babát. Igen, így. Pontosan. Na jó. De most nekem azért beugrik egy nagy filmklasszikus, az Ace Ventura 2, ahol egy rinocéros megszűnt egy Jim Carrey. Én esetleg nem tudnék megszületni ilyen módon. De én imádnám, hogy te bemásznál a babába. Nem.
figyelj, imádnám, hogy beledugod. Jó, akkor telefonáljon valaki olyan nekünk, aki telefonon már valaha életében vezetett le szülést, jó? Olyan, nem tudom, ápolókat, vagy mentésvezetőt, vagy bárkit keresünk, akinek mondjuk ez a dolga, hogyha valahol mondjuk egy taxiban szülnek, fölhívja a 104-et, a 104 átkapcsolja, és ott egy szüléslevezető van. Egy szüléslevezető levezeti a szülést. Jó? Hát, tudunk itt néhány perc alatt egy olyan hallgatót találni, aki tud ilyen szülést levezetni. Betérdelek a baba elé, őt kihangosítjuk, te leszel a baba akkor, vagy ha belefér a fejed, akkor te tolod a babát, és megnézzük, hogy le tudnánk-e vezetni egy igazi szülést. Itt a baba is gondolom olyan törékeny, nem mindegy, hogy hogy fogod, nem mindegy, hogy pontosan, hogy forgatod. Tehát itt mindent ugyanúgy kell csinálni. Elég életű. Hol a baba? Hagyj nézzem meg. Tegyétek fel ide az asztalra, nem? A Facebookon lesz egy csomó kép, természetesen dolgozunk rajta. Jaj, édesem. De igen. Csak mondom azért a szakszerű fogást, csak de mondom csuki azért. Hogy fogod? Ne jöjj meg, bácsi! Jól fogom, nem? Nézd meg, tartom a nyakát. Jaj, de cuker. Nézd meg, gyere a papához, gyere, merre vesztünk. Jaj! Megfoghatom én is itt? Jó, csak egy kicsit még elringatom. Na, jó van. A lukája, baba, a lóg akarja. Ja, akar, hát akarja, nem, a fejre lógjon. Az a lényeg. Csodálatos merre. Hallgass meg, a kutya az iskolán. Lóg a pöcse. Jó, na, ez lesz bent. Ez lesz bent, igen. Jó. Oké, közben 555-55-00, jó? Jani berakja. Indítsd a reaktort! Kvéd! Jó, 555-55-00, ha valaki tud szülést levezetni, telefonáljon. Hát, ha egyszer is mindenkorra le tudunk számolni ezzel az álommal, jó? Nagyon szakszerűen fogod te is, Jani. Na, legyen most. Egész jól csinálod, tényleg. Gyere, kincsen. Jaj, lehánytam már. Jó, tegyük vissza a babát, jó? És akkor van már valakink? Van már, tényleg? Na, itt van, találtál valakit annak? De ügyes, hogy halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, hogy hívnak? Hello, jó reggelt, Kriszta vagyok. Kriszta! Hello, Kriszta! De jó fej vagy, hogy hívtál minket. Hello, Kriszta, te mit csinálsz? Vagy te mit dolgozol? Vagy mi a foglalkozásod? Én a mentőszolgálatnál dolgozom, mentésvezetőként. Hoppá! Egy kőprofi. Ez azt jelenti, hogy hozzád fut be a segélyhívás, és te irányítod ott, amit mondjuk egy laikus nem tud, te segítesz neki vonalon keresztül? Így van. Hány szülésen vagy túl ilyen formán? Hát ilyen élesben egy volt, amikor telefonon vezettük le a szülést. Ez 2009-ben volt. 2009-ben. És akkor te ültél a vonal másik oldalán, és így segítettél van. Egy laikusnak, vagy magának a szülőnőnek? Hát a szülőnőnek, és az apuka volt ott segíteni. Otthon tört rájuk, vagy útközben, emlékszel otthon, még? Otthon lakáson. Otthon lakáson. Az jó, mert van vezetékes. Megszült a kismama. Nincs ilyen, hogy gyorsan mondja, merülök. És mire kiért a mentő, világra jött a baba? Így van. Atya is, tehát ez egy nagyon szép pillanat lehetett, nem? Apukának a pulzus számával azért nem cserélnék így, nem? Gondold el. Hát minden. Ez egy nagy izgalom a család részére. De azért neked is nagy izgalom volt, nem? Ilyen formában. Biztos. Nem egy mindennapi eset, hál' Istennek általában beszoktunk érni a kórházba időbe. Aha. Hát igen, ez ritkább. Jó, minden esetre az lennék, hogy jó vagy, értesz hozzá, nem csinálhatunk semmi rosszat. Oké, na, akkor oda térdelek a babához, jó? Jó. Igen. Vagy nem tudjuk ezt valahogy idehozni inkább, hogy a mikrofon közelben maradjak, mert Krisztának mondanom kell, hogy mit látok és mi történt. Jó? Oké. Krista, itt van előttem egy női altest. Te menjél át a másik oldalra, mert te leszel a tolófájás. Ja, megyek. Jó? Ben van a baba? Mindjárt bent lesz a baba. Most miért fújjátok be a babát? Pillanat, Kriszta, csak készülünk a szülésre, várjál. Hát csíkosítóval be kell fújni, hogy tackadd alá, hogy tartsd oda, Jani, tartsd oda. Közben kérdeznék. Jó, várj, csak mondom, hogy Imre ebben a pillanatban benyúlt a babába, most még, hát ezek ilyen kulisszatitkok, még nem vagyunk szülés közeli állapotban, és befújta a baba belsejét, majd a babát eltüntette ebben a kis műanyag valamiben. Jó, akkor én már készülök a szülésre, Kriszta, kérdezzél, jó? Jó, hanyadik hétben van a kismama? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, a 40. körül 40. vagyunk most, jelenleg nagyon izgatott vagyok, és a 40. hétben van. Hányadik szülés lesz ez? Hányadik is, baba? Hát nekem az első, neki a 8. Nagy család vagyunk. Neki a 8. akkor könnyen meg lesz. Remélem, én is. Hány tetszett fájásai vannak? Hát, három.
Igen? Innen látom. Az iskoláját, hát már 3 percenként jön neki, már nagyon fáj, 3 percenként. Magzatvízzel folyt-e már? Jó, igen, a magzatvíz az már elindult, igen. Hogy a kólát öntötte ki a bali. Először azt hittük, csak a radiátor erez, de aztán rájöttünk, hogy ez valójában a magzatvíz. Én még nem vagyok túl profi. Igen? A tolófájások megindultak-e már? Igen. Édesem nyilatkozzál, hogy megindultak-e a tolófájások. Igen. Istenem, lehúzzad az időt, szólj valami! Ha megnézzük a kisfam altestét, mit látunk? Mit látunk az altestén? Nekem még mindig nagyon bejön. Domborodik. Tágulok. Azt mondja, hogy tágul már egy kicsit. Hogy már egy picit tágul, igen? Hallom, hogy többen vannak ott, akkor valakinek kellene készíteni lepedőt oda, valami tiszta lepedőt, egy töröl között. Jó. Aztán akkor valakinek segítsen a kismamának, fogja a kezét, támasztja meg. Anyuka, menjen már innen, legalább hozzon már egy töröl között, ha már átjött ide, mint szenteste zavarni. Jó, megjött a törölköző, én már bemosakodtam, benyúlni még nem nyúltam be, de már... Nem szabad benyúlni, nem nyúlunk be. Ezt előbb is mondhatta volna. Igen. Igen. Nem nyúlunk be, ha domborodik a gát, jön egy nagy tolófájás, akkor a kismama nyom, aki segít, az pedig a gát környékét ezzel a tiszta törölközővel megtartja, fogja, hogy a végbélnyílást lefogjuk, hogy ne látne. Nehogy véletlenül. Értem, nem egyszerű, jó? Lefogtam a végbélnyílást. Jó? Igen. Jó. Akkor, ha jön a fájás, nyom a kismamától, közben vesszük levegőt vele együtt. Vesszük a levegőt a kismamának, mondjuk, hogy lélegezzen. Ha megszűnt a tolófájás, akkor igen? Nem nyomunk. Elkezdett ott valami ott lent mozogni, mintha már úgy kifelé törne a kisde. Nagyon akaratos, már most elég erős jelleme van, igen? Jó, a következő tolófájásnál nyomunk egyet, az egyik kézzel fogjuk a gátat, a másik kézzel tartjuk a baba fejét, ha kijött. A fejét még nem látom, de valami domborodik, már szerintem jön lassan, hogy kicsit széthúzom, át! Ott van a fejét! Ez nagyon bizarr. Nyomja, tolófájás, nyomd ki! Gyerek, megvan a feje, itt van a feje. Tartjuk a fejet, nem húzzuk, csak tartjuk. Nem, alulról tartom, akkor be kell, hogy nyúljak. Alulról tartjuk, hogy ahogy jön ki, nehogy lebillenjen. Jó, aztán már szogom, igen. Következő tolófájásnál nyom a kismama. Most nyom, kim van a gyerek. Kim van a feje, megvan a feje most. Igen, forgassak rajta, vagy nem kell? Nem nyúlunk hozzá, csak tartjuk. Amint jön a következő tolófájás, nyom a kismama, és elméletileg kijön a gyermek. Kijön a gyermek, akkor told ki a gyermek. Jaj, vákumot érzem! Elindult visszafelé a gyerek feje, a kismama azt mondja, vákumot érez. Jó, nyomjad, igen, nyom meg. Nyom. Okay. Jön. Nyom. Kicsit meghúzzam, vagy nem szabad húzni? Nem szabad húzni, semmiféleképpen nem szabad húzni. Tartani. Nyomjad. Jó, jön, már kim van a válla, is úgy néz ki. Okay. Akkor meg lesz, rövidesen. Itt van, kint van az egyik karja. Kint van. És ott van rajta a köldök zsinóros. Gyere! Jaj! Milyen több? Megvan. Jön a placenta? Kicsit sikosítós vagyok közben. Jó, itt van a baba előttem, a köldök zsinór pedig még, hát úgy, még van egy laza összeköttetés. Igen, azt el lehet vágni? A babát fektessük a mamának a hasára, és várunk 1-2 percet, amíg pulzál ez a köldök zsinór, majd utána steril kötszerrel, vagy köldökcsattal, attól függ, mi van éppen kéznél, elkötjük a kisbaba hasától olyan 10-15 centiméterre egyszer, és onnétől 2 centire még egyszer, és utána lehet elvágni. Istenem, szeretlek kicsim, szeretlek. A 9. ugyanúgy fogjuk nevelni, mint az elsőt. A lényeg az, hogy most a babát viszont abba a tiszta lepedőbe be kell takargatni. Igen, a tiszta lepedőbe. A köldökzsinór elvágását azt tegyük meg, most leted, azt megtehetjük, ugye? Jó, de se oldód nincs, semmit nincs, úgyhogy harapd el a köldökzsinór. Igen, meg elvágtuk, az egy ilyen kis, igen, egy ilyen kis szerszerkezetet. Köszönöm, átadom az anyukának, jó? Kicsit rá. És ez idő alatt elméletileg a mentőnek is meg kell lesz érkeznie. Igen, hát reméljük. Ha ennyi idő alatt nem jön, akkor már fordulja, akkor már nem is kell. Krisza, nagyon ügyes vagy, hát ezt hihetetlenül profin csináltad. Látszik, hogy nem ez az köszönöm első. Szépen. Itt úszunk a krémben, meg mindenben. Drága vagy, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Jó munkát neked, nagyon szép foglalkozásod. Köszönöm viszont nektek is. Köszönjük, hello Krisza, köszönjük. Sziasztok. Gyerekek. Anyuka, hogy van? Hogy vagy, drága anyuka, hogy nagyon van? Flott szülés volt ez. Hát gyönyörűen toltál, de tényleg. Nagyon ügyes vagy, köszönöm. Én megbotlottam, mert még lók ki belőlem a köldök zsinór.
Na, ennél nyilván azért az életben ez kicsit bonyolultabb, nem? Persze, bonyolultabb. De milyen flott páros vagyunk már így a 9-re, ugye? Abszolút, összeszoktatok, látszik. Na, családosok vagy. Körülbelül ilyesmi lett az ellenállás egyébként a női testben is? Igen. Igen, ez egy életű modell. És pont ezt tudják a hallgatók rajta gyakorolni. A Jani két kézzel már bent volt a babában, ugye, és toltad kifelé, hogy jöjjön. De hogy baromi nehezen indult meg, ugye? Amikor a feje kijött, onnan már könnyebb volt. Tehát valahogy nyilván a feje a legnehezebb. Igen, az a legnehezebb. Hát az a legnagyobb értelemszerűen. Toltad nagyon? Nagyon, iszonyú melós volt. Fú. Na mindegy. De bizarr látvány ez. Így a baba. Van, a kis egyébként. Millói Vénusz. Hallgass! Tiszta anyja. Jó, tiszta apja, fekete párta. Sok embernek segítetek ezzel, gondolom én, ugye? Persze, felsőoktatási intézmények vásárolják ezeket a modelleket többnyire, és hát ugye ott zajlik ilyen képzés. És ott tudnak a hallgatók gyakorolni ezeken a modelleken. Ezt mindenkinek ki kell egyébként szerintem egyszer próbálni. Nyilván nem életszerű, hogy ilyen helyzetbe kerüljél, de azért tudni, hogy mi vár rád, ha ez megtörténik, azt szerintem ad egyfajta magabiztosságot. Jó volt, persze. Hát ez lehet, hogy ez a fajta sokkterápia, ez kezeli az álmot. Én nagyon remélem, hogy megváltottuk, és nem hallgatjuk végig többet, ahogy szülsz. Mondjuk, ha ma este megint álmodok, és te leszel a gyerek anya, és így, akkor minden megteszek, hogy fölé vagy. Igen, vagy te megjelenek. Köszi, Bali, köszi. Nem, hogy mindenkinek Jani feje lenne az álomban. Az orvosoknak, az ápolónőknek, az anyukának, a gyereknek. Igen, és azt mondom, fel akarok ébredni. Na jó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Pontosan 8:30 van, jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kedv van, egy újabb hónap, elindult az október. Tényleg október egy. Így van. És igen, hát gyerekek, jön az ősz, jön a hideg, nem is jön vissza az indián nyár. Senkit nem akarok lehangolni, meg nem volt rossz azért ez a nyár, csak most így olvasgattam itt a zene alatt, hogy olyan nagyon nagy melegekre nem lehet számítani, mint például tavaly október 23-án, amikor még mindig 24 fok volt. Hogy ez egy hosszú időre nem lesz meleg. Nem is akarom átszámolni. Hogy jövő április májusig? Hogy mikor ér bennünket újra napfény. Hogyha azt mondod, hogy legközelebb jövő májusban lesz majd olyan idő, amikor le tud vetni a kabátot. Hiába van már márciusban is 15, meg 14 fok. Már mi volt most március 15-én? Hóvihar, és csak állt az M1-es. Ez október, november, december, január, február, március, április. 8 hónap, gyerekek. 8 hónap. Szürkeség. És milyen, amikor én valójában valakit le akarnék hangolni, most mondtam, hogy nem akarok senkit lehangolni. 8 hónap szürkeség. Ne, most jön egy meglepetés vendég, és elkezd beszélni a csokicsőről, a mesterséges napfényről. Na mi van, anyuka, hogy van a gyermek? Pihentetek, szopott, evett, alszotok? Betegek vagytok? Ültök, álltok? Nem, egyelőre nagyon jól érezzük magunkat, nagyon nyugodtak vagyunk, picit besárgultunk, de majd ez is el fog tűnni, kicsit csúcsfejek vagyunk, de nyilván ez is majd helyreáll. Egyelőre nagyon-nagyon nyugodtan, nagyon jól viseljük a megpróbáltatásokat, a traumákat, nagyon várom már, hogy apuka is a karjaiba szorítasson minket. Jó van. Ez amitől én abszolút kész vagyok. Igen. Kicsit folyik az orrunk magának is, anyuka? Vagy csak a gyereknek? Ja, csak a gyereknek? Igen. Igen, mind a kettő. És tényleg, és végre egyszer tényleg mind a kettőjükkel ugyanaz történt. Jöttek SMS-ek a témán, sose akarok szülni. Valaki ezt írja, valószínűleg női hallgató, aki ezt végighallgatta. Szép dolog. Pont ezért próbáltuk ezt megmutatni. Adj nevet a gyereknek, Balázs, akkor túl fogsz lépni az álmodon, írja az Ézé. Minden autós mosolyogva vezet, gondolom titeket hallgatnak, ahogy én is. Még jó, hogy nem császáros szüléssel álmodtál, írja öcsi. Igen, tényleg, egyébként az is érdekes lett volna. A tejfakasztó buli mikor lesz, kérdezi István. Hétfőn, szerdán, pénteken, a jövő héten. Csak mondom, hogy az anyukák nincsenek. Anyuki, annak ne örüljem, mert anyukák nincsenek. A tejfakasztó buli, ezt az apukák tartják. Ezzel bizony. Az orgánummal elmertek én is, mint anyuka. Igen. Balázs, ne húzza a nyakát, mert olyan lesz, mint a zsiráf. Édes Sanci. Balázs, most álltam föl a retyúról. Hát ez nehéz. Nehéz szülés volt. Jó, hát ha holnap elmondom, hogy mi volt az álom. Jó? Ezzel lehet, hogy sikerült kezelni. Balázs, ha szülök, akkor csak a Morning Show-ba teszem a te óriási szakmai tapasztalatod és kiváló segédszülészek segítségével. A fájásai már 2 percenként felrepennek, írja nekünk egy hallgató. Megyünk, szaladunk, indulunk. Ott vagyunk. De Kriszta milyen helyes volt, nem? Milyen nagyon. Komolyan közvetített és csinálta és mondta, hogy mit kell csinálni. Kőprofi volt. Helyes volt, igen.
Nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt, van egy pár. Komplett belső Óbuda elesett oda-vissza, ezt Tom üzente nekünk. A Margit körút a híd felé nem moccan, hiába vált a lámpa zöldre, nem lehet átjutni, és persze mindenki idegesen dudál. Idióta analfabéta kamionos a gyorsforgalmin Pest felé, a felső csatárinál ráébredt, hogy nem fér át a híd alatt, szépen alakul a sor, írja Vityu. Rejtér Ferenc döcög a Hungária felé, ezt is Pityu küldte nekünk, és Győrben a Széchenyi hídon 4-es karambol, az Árkád felüli oldalon kilométeres a sor, méghozzá a város felé, ezt Kis Ati írta nekünk. Igen, hát a budapestiek gondolom most dolgoznak azon, hogy új alternatív útvonalakat találjanak, Hungária körút, Árpád híd, rengeteg mindent csinálnak, úgyhogy az ott nem túlságosan jó, és nem is lesz jó. Még 2 évig. Mai nap visszafelé utazom Budapest nyugati Vác között, 20 perc késés. A vasutasok nem tudnak úrá lenni a helyzeten, körülbelül 2 hónapig ez várható. Ott valami, tegnap beszéltünk róla, valami állomást újítanak, ugye? Igen. A Budapest-Vác vonal között valahol ott egy állomás újítás van. Igen. Oké, na ennyi a közlekedési hírekről. Játszunk, jó? Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, srácok, sziasztok! Szia! Hello, Petya! Így van. Petya, honnan hívsz minket? Szekszárdról. Dolgozom éppen. Mit csinálsz? Van itt egy jó ismerősök, a Mr. Dackler. Bizony, Dackler úr! Ilyen a fügei íze hátulról. Igen. Dackler úrral egy nagyon jó estét töltöttünk el, amikor mi ott voltunk Szekszárdon. Először csak vele, illetve a fiatalabb Dacklerral, majd megérkezett az idősebb Dackler, nagyon kellemes hangulatban egy borkostolásról. A többi kitűnő borász barátjával együtt. Hát ott mi belecsaptunk. Aztán nem? Hát próbáltunk igen. Belecsapni, de az a baj, hogy ők már annyira elől voltak, hogy csak futottunk utánuk. Igen. A füge még mindig jön, gondolom. Az figyelj, várjuk. Ültünk hárman, ők ott mondták a déli lejtőt, meg a napsütést, meg hogy jött a füge, meg valakinek ott a marakúja is, meg a mandarin is kicsit megérkezett, meg ott közben ilyen régi borásztorikat meséltek. Jó arcok voltak. De nem tudtuk velük tartani a lépést, nem? Egyrészt nem érezzük úgy a fügét, nem jött úgy a füget. Akartuk, kerestük, hogy nem jött a füge. Megjött a Hawaii pizza is, de visszanyeltük. Igen. Ha, és nála dolgozol, tényleg? Igen, dolgozom. Hát nem a Dackler úrnál dolgozom, csak tudom, hogy jobban vagytok, ismeritek. Na és te mit csinálsz, mit dolgozol? Én egy gyárban vagyok, segédmunkás. Gyárban vagy segédmunkás. Oké, na mutatjuk, jó? Jó, rendben. Vagy mutatjuk, milyenek a kérdések, Jani? Nézd, én már nem merek semmit mondani. Vihető szerintem vihető, most. Vihető, nem egy nagy. Na, majd mindjárt kiderül. Na, megnézzük, így szól az első kérdés, dedikált nyakbalkasztól. Hogy hívják a Mici Mackó című mese gyerek főszereplőjét? Hú, Robert Gida. Így van. Akit az író Milner saját fiáról mintázik. Így van. Mehetünk tovább? Menjünk. Dedikált egér alá tétért, így szól a második kérdés. Melyik zenekar egyik dalában hangzik el, hogy minden zseni ügyetlen, félős nyuszi csak a kalapban? Húha. Én megkérdezném, hogy magyar zenekar. Hallom, hogy megy a számítógépezés. Dehogyis nem. Magyarról van szó? Minden. Nem. Hát szerinted... Nem szabad fordítani. Nyugodtan vagy, hogy segítséget használsz, az nem baj. Mi? Halljuk. Böngészek. Ajjajjaj. Ennyi. Quimby lett volna? Az. Későn találtam meg. Ajjajjaj. Hát így jártam. Igen. Ez most nincs meg. Ráadásul bumbozni se tudsz, mert az viszont csak a harmadik. Rossz igen. Válasz után van. Igen. Hát sajnálom. Majd talán legközelebb. Jó. Nincs baj. Nincs. Petya, köszi. Én köszönöm. Sziasztok. Szia. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megméretetésre. Na és mi legyen a picúr neve? Jaj, édesem, legyen gültem. Jó, legyen. Jaj, ne már. Legyen gültem. Gültem. És akkor sebességültem? Ja nem, hát nem a tiéd a gyerek, te csak segítetted. Hát semmi közöm a gyerekhez. Én ott voltam jó helyen, jó időben, jöttem, mint Superman, segítettem. Vadon es gültem. Es? Igen, ja, mert az es mindenképpen legyen benne. Vagy sebességvégültem.
A végültem is szerintem. Ugye sokkal jobb. Mit az végültem. Végültem. Nem, előbb eljöttem. De végülted? Ne. Na, akarok nektek mutatni valamit. Jó? Ez megint egy érdekes videó az interneten. UFO-s, csak mondom. Nem ér, mert nem szóltál előre. Nem vagyunk rá fölkészülve. Ne csináljuk már ezt. Máskor tényleg mindig felvezeted. Ugye? Tehát szólsz már napokkal előre, hogy srácok, jön a hír. A dolog megint nagyon izgalmas. Egyébként csak mondom, hogy írt a vágó a Chemtrailre. Aha. A Chemtrailre. És mondta, hogy igazad van. Mi? Nem. Csak annyit írt, hogy ha. Igen. Vicces vagy te, barát. Nem, olyan írt, hogy meghallgatta internetről, hogy mennyi Facebook hozzászólás jött, és legyek szíves átküldeni a forrásokat, amire hivatkoztam. Üdv István. Mindig vigyázva vártam magam. Azonnal gépelni kezdtem. Oké, István, már is küldöm. És ne haragudj. Na mindegy. Szóval, hogy ő is meghallgatta a Chemtrailes dolgot. De nem is ez a lényeg. Egy újabb érdekes videó terjed az interneten. Ennek az elérhetőségét felrakjuk majd a Facebookra, hogy mindenki, aki akarja, meg tudja nézni. Illetve a forrásokat, hogy Istvánnak ne kelljen meg külön írni. Nem, a dolog arról szól, hogy valahol, azt pontosan nem lehet megállapítani, hogy hol egyébként, valószínűleg nemzetközi vizeken egy ilyen mozgó kamerás felvétel van arról, hogy egy UFO a tengerbe csapódik, miközben két vadászgép köröz a levegőben. Köröznek a tenger felett, olyan, mintha kilőnék ezt a valamit, utána tárgy zuhan a tenger felé, majd becsapódik a vízbe, és az a döbbenet az egészben, hogy a becsapódás után nem sokkal megjelenik egy helikopter, amiről hangszórón valamire felszólítják a szemtanú halászhajó legénységét. És látod, hogy teljes értetlenség van, tehát a videó nem tűnik kamunak. Nyilván lehet, hogy az. Csak nincs érdekességről beszélek. Semmi látni való, halászanak tovább. Ezekről mindig úgy beszélek, hogy érdekesség, nem úgy, hogy bizonyíték, mert ennél nyilván nekem is több kell. De aztán van egy lassított része a videónak, amikor látszik, hogy valami katapultszerű dolgot kilő magából a repülőtárgy, az elröpül, a többi pedig a vízbe csapódik. És utána jön a helikopter, szintén rögzítik egyébként mozgó kamerával, leszólnak nekik valamit hangszóron, és a helikopter elmegy, ők meg ott állnak tanástalanul. Nagyon érdekes a videó. Egy tárgy, úgy tárgy, mint mondjuk a Sphinx. A Sphinx az nem tárgy. A Sphinx az egy tárgy. Most ezt így nehéz megmutatni, de a Facebookon akkor közé teszem, vagy közé föltesszük, és akkor ti pedig meg tudjátok nézni. Megnézed, Feri, gyere át, és akkor megmutatom. Na, nézzük. Csak hogy mit szólsz hozzá. Nem bizonyíték, nem azt mondom, hogy bizonyíték, de a videó önmagában érdekes. Vedd le az inget, Feri, már átigzadod. Ott a két vadászgép, elrökül. Kiabálnak. Ki kell hagyja, baszta ki? Hogy kell, hogy jól le? Ki kell hagyja, baszta ki? Sem helikopter. Ja! Leszólnak nekik valami helikopteren. Ez a helikopter el. Ennyi az egész videó, és aztán különböző lassításokat mutatnak. Érdekes, nem? Hogy ez most micsoda? Nyilván lehet, hogy kamu, és nem mondom, hogy ez egy egyértelmű bizonyíték. De akkor jól csinálták, meg ez egy jó videó. A szemem, hogy ez bizonyíték. Látod a tengerbe fúródott? Nem lehet, hogy a három repülő volt, és az egyik esett bele? De érdekes, nem? Maga a videó. Nem tudom. Aha. Meg mondjuk érdekesen csapódott bele, ha szeretnék egy kicsit ezen az oldalon állni, de nem, hogy ugye nem fúródott, mintha lelőttek volna, vagy elromlott volna a hajtómű, hanem így leesett. Függőlegesen be. Tottyant. Igen, tottyant. És nagyon fura volt a halászok arca, ilyen tök ilyen kockás, ilyen pixel. Igen, nagyon csúnyán beszéltek. Ami érdekes, hogy a beszéd hanghordozás, nekem az az egy, ami nem tetszik. Tehát az, amikor műriat vagy. Ez a... Tudod, az volt a fura. A többi nem. Tehát ha kamu, akkor is jól van megcsinálva, amikor beszélnek a halászok. Azt a meghallgatott többször, az ilyen eljátszom, hogy tétlen vagyok, és nem tudok mit mondani. De maga, hogy befúródik, meg elrepül a két gép, az egyébként szenzációs. Nem? Nem bizonyíték, csak mondom, hát nyilván aztán lehet, hogy ez az egész kamu. Nem láttam a leleplezést, vagy a kommenteket, nem néztem. Ezt csak itt tegnap este fedeztem föl, meg akartam nektek mutatni. De ez nem mind bizonyíték, ez inkább mint érdekes. Feltesszük a Facebookra. Ezt nem küldjük el Istvánnak. Jó? Ne tetézzük. Nem akarom jobban kiúzni egy ufát nála, hogy István, átküldöm a forrásokat, és még egy ufós videót is szeretnék átküldeni. Remélem, jól nyaraltál. Üdv, Balázs. Kedv van?
Ked? Ked. Hát ez... Nem jelenthet más, mint... Hogy telnek ilyen gyorsan a hetek? Istenem, eljött megint a pillanat. Ha-ha-ha, csak győzzük kívánni. Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után 5 perc, van pontosan 9 óra. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Hello Feri, hello, hello Jani, hello mindenkinek. Budai alsó rakpart befelé, már a Mozaik utcától lépésben halad, nem vagyunk tőle boldogok. Trafi az M3-as Görbeházi pihenőjénél Pest felé, ezt Lui küldte nekünk, és helyőpapi után az útfelújító géplánc közé bebújtak a kis huncutok, ez szintén az M3-as. Óvatosan, mert szerintem 60-as tábla van. Ez lehet, hogy ugyanaz, mint amit az előbb mondtam. Aztán Megyeri híd, Szentendrei, Flórián, Hungária üres. Ez jött 8 óra 50 perckor egészen pontosan. Akkor ott most megoldódott, hogy mindenki másfelé megy, lehet? Eltemetted őket szépen. Elmentünk másfelé, igen. A Soroksári út arra szól, az Illatos úttól a város felé, ezt Ati üzeni, és az M3-as Debrecen felé a 106-os kilométer után a Molkútnál elbújva mérnek. Ez pedig Ircsi küldte nekünk. Rottenbilleren 3-as kocka felüljáró lábánál, Rákóczi Szellős, nem a Feri, ez pedig Péter üzente nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig már is Tibivel folytatjuk. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! Tibi! Kakakasa Tibi, kakasa Tibi, ma. Na milyen volt levezetni a szülést? Jó, de hát ha nem jön az álom többet. De teljesül? Ezzel sikerült. Igen, érdekes, érdekes. Földön kívüli, testen kívüli, asztrál testen kívüli. Nem, most éreztél az igazi ízére ennek a dolog. Ez csak az aperitív volt. Ez csak kedvet csinált, étvágyat egy igazi szülésre. Készülj, Viki! Mondhatjuk, hogy álom vált valóra? Hát mondhatni igen, ha többet nem jön, akkor ez a dolog megoldódott. Tényleg nem akarok többet ilyen szüléses álmot, mert jó lenne egyszer megfejteni, hogy milyennek a valódi oka. De ez most egy sok terápia volt. Én nem tudok mindig tolni. Nem lehetek én. Minden szülésnél nem lehetek én a tolófájás. Csak azért mondtam, hogy mondhatjuk azt, hogy egy álom vált valóra, mert nekem is egy álmom vált valóra, figyeled, hogy kötök át? Na, Tibi, hát ez elképesztő. Csak a legnagyobb. Hát csak kicsit beszéltél másról, és már rögtön magamat ünneplem. Ugyanis rendhagyó Facebook üzeneteket kaptam az elmúlt napokban, most vagy azt jelenti, hogy elindult valami nagyon jó hullám, vagy emberek nagyon csúnyán beszipóztak valamit, de a lényeg az, hogy kettő üzenetet kaptam, ami szokatlan. Ami eddig nem nagyon volt. Az első üzenet típus az volt, és konkrétan ez volt az üzenet is, hogy nagyon szép vagy, Tibi. Azt gondolom, hogy simogatta bádog lelkemet, tehát hogy ez nyilván egy őszinte dolog lehetett. A másik írta. Megnéztem egyébként, igen, a nemiségét nem vállalt. Nem egy patológus. Szemét. A másik pedig egy még mélyebb félelmemet mulasztotta el, az pedig azt írta, hogy Tibi, fantasztikusan táncolsz. Hát azt gondolom, hogy a napon meg van csinálva, nem? Igen, erős hazugságok. De igen. Szemét. Szemét hazugságok. Miért? Egyébként bizonyos kultúrákban az a tánc, amit én csinálok, az kimondottan színesnek és energikusnak mondható, nem? Az elektrosok kultúra közvetlenül. Igen. Jó, látom a hitetlenséget a szemetekben, ezért én elmentem és találkoztam egyébként egy ilyen fanatikus rajongóval. Ja, azt hittem visszaírtál, hogy nem tudok kölcsönadni. Igen, hogy nem tudok örökbe fogadni. Nem, elmentem és találkoztam egy ilyen fanatikus rajongóval, mert látom a hitetlenséget a szemetekben, hallgassátok meg, itt van a hiteles hangfelvétel. Szia Tibi, figyelj, lehetek veled őszinte? Persze. Annyira, de annyira szép férfi vagy. Tudod, amikor láttalak téged táncolni, tudod, a falunapon, azóta másra sem tudok gondolni. És kérlek, ne érts félre, de annyira jól el neked a kor. Téged az idő nem esít szerintem. És tényleg nem akarok egy buta csitrinek tűnni, de a hajad, ahogy vakszolod, az egész egyszerűen csodás. Én
Én nem félek kimondani, de te vagy minden nő álma. De most találkom olyan? De milyen csak szivatlak. De rossz. Sok ilyet élsz meg? Nem, hál' Istennek azért nem. Tehát nem a hétköznapokból merítettem, de azért... Hát ilyen, volt azért, volt a dolognak jó része, nem? Tehát, hogy volt amikor dicsért, nem? Volt. Ti is ezt érzitek, akkor bejövök, hogy végre itt van, jó mozgás. Nem, fura, érdekes, nem. Jó, de nem a hazug dicséretek, nem a hazug dicséretek azok, amik ma reggel bökik a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, mi idegesít? Figyeljetek, közeleg valami, ami elől egy lélek sem tud elbújni, még ti sem bármekkora királyok vagytok. A világ legostobább dolga, ez nem tudom, hogy Hungarikum egyébként, vagy egy ilyen európai valami nagy hagyomány, jön a világ legostobább dolga, és ez a ostoba óraállítgatás hamarosan érkezik. Engem mindig elkezd verni a víz, amikor korábban kezd sötétedni. Nem most hétvégén csinál, hogy csak annyit kérem. Hogy, igen. Közeleg, de még azért nem most. De figyelj, tehát, hogy állandóan ver a víz, hogy jókot csinálom-e, és a jó felé. Tehát, hogy most plusz vagy mínusz, tehát ez a világ legostobább dolga. Ez az óraállítgatás, ez mondjátok már nekem egyszer, hogy ne halljak meg hülyén, vagy ne emiatt halljak meg hülyén. Ez honnan jött? Miért azért tekergetjük, hogy korábban kapcsoljam le a lámpát? Igen, takarékossági okból vezetek. Tehát korábban oltott fel. Elvileg takarékossági okból. Világítanod. Hát de reggel, meg nem korábban oltott föl, hát nem? Tehát de ott már csak rövid ideig van, aztán már benne a gyárban világít. De hülyesség, ez nem. Tehát, hogy embert küldünk a Marsra, de így átverjük be magunkat egy ilyen óraállítgatást, hogy 20 perccel hát a kevesebbet ég a villany. Ezt én is utálom egyébként, ennek már semmi értelme, sőt, ezt már sok helyen, sokféleképpen bebizonyították, hogy tényleg semmi értelme, sőt, országok már abba hagyták. Csomóan azt mondják, hogy köszönjük, nem állítunk órát. Mi még mindig állítunk. És ráadásul ugye hajnali 3-kor kell majd, ugye ezt 2-3 hét múlva kell majd valamikor tekerészni, ugye? Uh-huh. És valami teljesen hülye időpont, a hajnali 3-kor kell hajnali 2-re tekerni. Jó, de ehhez ne ragaszkodjál, persze, igen. Tehát hogy ne várd meg az ezért ne kelj fel. Nyugodtan aludd át az éjszakát, reggel áll, és ráadásul az iPhone-od internetről hangol. Reggel átállítom, addigra már én elkéstem a Morning Show-ból, tehát hogyha, mert akkor rossz kókeltem, rossz, ugye? Tehát, mert igen, akkor de akkor rossz napon is csináltad, ha elkéstél a Morning Show-ból. Igen, mert vasárnap. Ja, tehát reggeli programot csúszol ezzel. Vagy érsz oda előbb. Mi van azokkal a dolgokkal, amik egyébként hajnali 3-kor történnek? Azok most 3-kor történnek, vagy 2-kor? Tehát van ott egy ilyen fekete lyuk, egy idő fekete lyuk az óra átállítás pillanatában, akkor nem tudod, hogy mikor történt. Érted? Valaki itt az óra átállítás pillanatában hajnali 3-kor megszületik, az valójában mikor született, érted? 2-kor. De miért? Hát akkor az még 3 volt. Nem, hát az 2. De miért lenne 2? Nem, mert 2 óra 59 perc, 59 másodperckor, mikor így 3-ra buknak, ha megszületik még 2 óra 58-kor, akkor az még 2 óra 58-kor. Az a 3 óra akkor nem létezik? De, csak még egyszer jön. Mikor? Hát mikor visszatekerted, és akkor újra odaér. Az a 3 óra nincs. Az a 3 óra nincs. Az nincs. Egy 3 óra. Van egy új 3 óra, amikor majd újra odaér. Van egy évben egy hajnali 3 óra, akkor ami nincs. Amit jelenthetjük, hogy az én szavaimat használjam, hogy kiütöttünk a naptárból, akkor az nincs, ugye? Az nincs. Egy 3 órával kevesebb van minden évben. Találtunk egy olyan 3 órát, akkor ami nem létezik. Most hova állítod, majd előre vagy hátra? Fingom nincs. Hova kell állítani? Előre. Vissza. Na, most menjetek, menjetek. Maradj ugyanott, mindegy. Én úgy hagyom. Jó, de félre kérdezem meg, csak azért, mert ti szoktatok ilyenkor igazságot tenni, hogy milyen szinten. Én ezt adom, mert én is utálom egyébként, de egy teljesen fölösleges macer, a középkori módszer. Én ezt megadom. Hol tartunk jogos. Akkor ezzel? Én ezt adom. Egy adásod már van. Hát de megvárom a többieket. Ja, többiek nem. Te nem adod? Én sem anyám. Adom. Figyelj, de elég jól indultál, aztán elég visszazuhantál. Ha nyáron jöttél volna elő ezzel, akkor azt mondanám, hogy adom. De a télinek kifejezetten örülök, mert visszaállítjuk, és akkor egy órával többet tudok adni. Igen, akkor ez nem teljes csörbökés. Nyáron mi az ítélet? Akkor ezt tudjuk megadni. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyen korán felkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Erre ez volt az ítélet. Jó, viszont van egy jó hírem számotokra. Nagyon régóta keresitek azt, már elrontottam az elejét. Kezd újra. Na. Jó, nem azért húztam az időt ezzel rengeteg földi jóval, böki a csőrömben, mert nincsen valami igazán nagyot, tehát a tarsajomban, ami gazdaggá tesz minket. Van.
te hülye. De nincs! De nincs! De van! Régóta keressük azt az ötletet, amivel valami hétköznapi dologból nagyon nagy pénzt csinálunk, igaz? Mik voltak ezek, amiket ti frusztráltátok magatokat, hogy más nagy dolgokat, vagy egyszerű dolgokat kitaláltak emberek? Már sok ilyen van, nagyon nagy elszaladt mellettünk, a cipőfűzőnél kezdtük, ha jól emlékszem, hogy az óriás, csak már nem lehet levédetni. Popzenei aztán... trió, két férfi, egy nő felállás. Na igen, az a kristály, azt kivittem. Te szemét. Jó. Sok ilyen volt, tényleg sok ilyen volt, nem tudom most hirtelen. Jó, hoztam nektek egyet, jó? Akkor ez most a milyen kezd, most bemondjuk adásba, jó, mert úgysem mi fogjuk megcsinálni, de aki megcsinálja, az 5-5-5%-ot nekünk ledob. Jó, 80, az övé 20 a miénk. Okay? Jó. De most kidolgozzuk az ötletet, ha megcsináljuk, hogy 20-aska a miénk, jó? És akkor azt mi szétdobjuk szépen igazságosan. Ugye 2 évig állni fog a Hungária körút. Ugye ezt most tudjuk, mert ugye ott fölbontják, szétverik, tehát ott lesz egy gyakorlatilag egy folyamatos állókocsisor, ugye? Hát, tök is túlzásod, de ez lesz. Ugye lesz egy folyamatos mozdulatlan keskeny parkoló. Így van. Megalakítjuk a Happy Hungária Kft-t. Nem? Mostantól gyakorlatilag egy iparágat fejlesztünk, ami 2 évig degeszre keresi magát lével, abból, hogy mások ott ácsorognak, és mi boldoggá tesszük neki ezt az ácsorgást. A Happy Hungária Kft. Jó? Ez egyébként van generáció. Egy szolgáltatás csomagot dolgoztam ki, és akkor ezt most megcsináljuk, aki hallgatja az adást, és ezt a dolgot elindítja, azután nekünk finoman tejjel. Tehát először is megindulunk a dugóárusokkal értelemszerűen, tehát ott állsz a dugóban nyomorultan, akkor egy jó friss gőzölgő kávé, meg egy kis úgy, mert ahogy gondoltam, hogy kocsisor, dugóárusok, tehát... Ja, igen. Hát feldobná a látvány mindenki. Igen, az illegális sajnos. Jön az. Kukorica, perec. Kukorica, perec, egy kis fánk, egy kis kakaós csiga. Igen, víz, jó? Üdítő, ez víz. Jó. Tehát mozgóárus, hotdog. Igen. Akkor jön egy dugórádió, ami kimondottan, azt is mi üzemeltetjük, ami kimondottan csak a dugóban álláshoz szolgáltat dalokat, olyan dalok, amik kimondottan segítenek elviselni a várakozást, száguldás, Porsche szerelem, hogyha 2 életem volna, nézd az ég felé. Tehát csak olyan dalok, amik megnyugtatnak. Utána azt gondolom, hogy amivel még tudnánk egy nagyon nagy lét csinálni, ez nem más, mint a dugómozi. Ezt most bármennyire is két értelme, menne elől egy ilyen platós kocsi, egy baromi nagy vászonnal, és az autós mozinak a mobil verzió szépen csoszogna előtted. Egy mozi, ahol vetítenék a filmeket, és szépen a csorgó moziba tejük. Ez egy jó ötlet. Én 3 hete voltam, vagy 4 hete autós moziban újra. És jó? Hát gyerekek, az még mindig nagyon hol? Jó. Bükkfürdőn voltam, és ott felállítottak a hotel parkolójában egy autós mozit, megmondták a frekvenciát, mire kell ráhangolódni. Popcorn volt, álltak a kocsik, hallgattad a rádióba, és a Grease néztük. Tök jó. Hibátlan. Soha nem tett még olyan lasszan. Lasszan az idő. Összes hírt elolvastam, a Viki nagyon élvezte. Szólj, ha vége, annyira szenvedtem, de maga a hangulat nagyon jó volt. Meg az a rész lehetett benne tök jó, amikor egyébként ők is autós moziban vannak. Igen, és akkor autós mozi volt az autós moziban. És ők néztek titeket. Hihet, és ott volt. Fantasztikus. Nem, egyébként az autós mozi ötlet az jó. Egy mobil autós mozi, ami gurul előtte, csorog, és közben megy rajta a Grease, és well. Igen, és csak szépen nézed. Tell me boy. De most mondom. Sírtam de, most... de most mondom nektek, hogy miből csináljuk majd a legnagyobb lét, ami pedig nem lesz más, mint a robogó mentőangyal. Ketten jönnek egy robogón, bekopognak az ablakon. Te sietsz? A robogóról hátulról a csávó lepattan, kitöltesz egy formanyomtatványt, átpattansz a robogóra, ember beszáll a kocsidba, te 5 perc alatt benn vagy a munkahelyen, az ember pedig szépen bearaszol a kocsit, de az 3 óra múlva szépen leparkolja a munkahelyet. Na, ez is odaadja a kulcsot. Ezekben vannak ez jó. Nem rossz. Olyan robogót lopnának el. Mondjuk nem, várjál, ott a kocsit. Robogót? Persze. Ott a kocsit. De nem, hát téged visznek, tehát hogy ketten jönnek. Azt nem kapod meg. Hány árrobogós lenne, aki odaadna az 50 000 robogóját, beülne a kocsitbe egy hamis formanyomtatványjal, és soha többet nem látásra. Köszönjük szépen majd a munkahelyem. Öröm volt önnel dolgozni. Soha többet nem látod az autódat. De ez jó, egyébként maga az ötlet az jó. Ezen olyan lét lehetne csinálni, hát főleg ugye, hogy a praktizáló autótól vagyok, ebből nagyon szépen tudnának húzni. Dugómasször. Nem rossz, nem mi? Rossz. Egy ilyen gyors, egy ilyen 5 perces, egy 10 perces. Beül a hátsó ülésre, előre nyúl. Feszültségoldó masszázs. Bekopog szépen, feszültségoldó masszázs. Igen, de ez már ilyen extra. Szerintem így az alapvető szükségletekre mindenképpen oda kellene figyelni. Tehát egy mobil WC-nek szerintem kellene lennie, ami elmegy a kocsisor mellett, egy ilyen kis platós teherautón hátul lenne egy kis dallam, ami tudnád, hogy most átszál. Vagy pedig valaki egy csengőt rá, ez pisi, kaki, pisi, kaki, pisi vagy kaki?
Egy nagyon komfortos, kizenélő, nagyon kultúrált WC. Tehát, hogy ott a dugóban, hogyha tényleg ott van, akkor szépen ott az araszolgat, és nagyon kultúráltan el tudnád végezni a dolgodat. És nem kell azon feszülni, hogy most egy óra alatt, hogy hol van benzinkút, hogy be vagy szorul, az is hibátlan. Arra akár külön KFT-t is tudnánk, a Locstotty KFT. A másik egyébként a Sundi kamion. Igen. Jön egy ilyen hatalmas kamion, ami ilyen autószállító, nem tudom, ezek ez a duplan, ilyen nagy, ilyen emeletes ilyen fölállóval, és hogyha akarsz pihenni, akkor azon az útvonalon, ezen a hosszú útvonalon, te fölgurulsz rá, közben tudsz olvasgatni, pihenni, eldőlni, és amikor végigértél a Hungárián, akkor szépen végigmegy, te elkezd benne halálosan szundikálsz az ülésen. Ez jó ötlet. Autodílerkedés? Mondjuk hogy mondjuk egy 100 méterrel feljebb lévő autót megvásárolhatnál. Nagyon drágán. Ahelyett, amiben ülsz. Mert hogy az hátrébb van. És akkor szépen, hogy körülmennék, és akkor csináltok egy kis boltokat. Ja, hogyha te megveszed, persze, akkor átülhetsz abba az autóba, és előrébb haladhatsz. Normál üzemmódban nem tudsz előrébb haladni, tehát akkor meg kéne venned egy autót mondjuk feljebb. Brazíliában egyszer hoztak egy olyan törvényt, hogy aki koldul, annak csinálnia kell valamit a koldulásért. Tehát nem lehet, te nem koldulhatsz úgy, hogy csak kimész és kéregetsz. És Brazíliában van a legtöbb olyan ember, aki zsonglőrködik, buzogányokat dobál, futballoznak a piros lámpánál, oda megy, látja, hogy pirosra vált a lámpa, fog három buzogányt, dobál gyorsan hármat, egy hóna alatt átdobja, még tudja, hogy van fél perc, lerakja a buzogányt, és gyorsan végig kéregeti a sort. És csak így lehet. És ez szabályos. Hát itt is szólhatnánk azért, hogy valami produkció legyen. Hát azért légtornászokat, hogy a Hungária felé. 10 autónként kiengedsz egy ilyet, nem? Hát azért abban is lenne pénz. Amatőr tűznyelők. Majd nem sikerült. A ripeléknek már kezd leáldozni, szerintem a tördök kerekezhetnének Hungárián, nem? És a kalapoznak. Simán meg lehetne csinálni. Jó, alibi videó készítés. Hát azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 2 év az minden hűtlen férnek egyébként egy fantasztikus kiútat jelenthet, mert 2 órát minden nap el tud magyarázni az életéből, ugye, hogy hol voltál kicsim, a dugóban álltam. És erre egy iparág tud létrejönni, elküld nekünk egy fotót, mi leszünk ugye ez a dugóalibi vonal, vagy dugóalibi.hu. Ez a Happy Hungária alatt Happy Hungária Kft-nek egy alvállalkozása lenne, a dugóalibi.hu, ahol föl tudod tölteni magadról egy portrét, és egyébként grafikusaink legyártják az animációt, miközben te szentségelsz a dugóban, és azt otthon vissza is küldjük a telefonodon rajta, meg tudod mutatni a feleségednek, és ott van rögtön az alibid, és 2 órád minden napból halál frankon megvan. Nem? Dugóalibi. Nagyon jó. Jó, érje pénzt. Kicsit az cinkes, hogy kinek adtad oda a mobilodat, hogy téged kívülről lefényképezzen a dugóban, de ki lehet. Ezt nekem magyarázod az önfotózás királyának. Aki csinál egy fotót és először lájkolja magát. Miről beszélsz? Annak a lájkódusnak, hogy a saját lájkjának is örül, mert azt mondja, hogy ez már más dolog. Jó, a másik, ami szintén fontos lehet, amit szintén üzemeltethetünk, a dugó vigaszvonal. Amit fölhívhatsz, és nagyon elküldhetsz valakit a jó édesanyjába ezért a dugóért, aki végighallgatja, és folyamatosan bocsánatot kér. Tehát elnézést kérünk, elnézést, és közben nagyon szidod a jó édesanyját egy telefonvonalon keresztül, nem? Egy ilyen indulatlevezetés, szintén a mi bizniszünk MLD-as. Hát ugye Tarlós fölmond 2 mondatot, nem? Most komolyan, hát ugye nagyon kedves, elnézést kérünk, azon dolgozunk, hogy a szebb legyen, egyszer átadjuk vissza. Kedves. Tessék? A Tarlós. Hát persze, most hát mondta el, hallottad. Hát mondjuk valami utómunkával, valami stúdióba elviszik. Húzzatok a kedvességén még egy kicsit. még most jó. Most hangüzenet. Hangüzenet, ott nem látod az arcát, hogy mindig szomorú. Hát kedves fővárosiak! Nevetsz, István, nevetsz. Igen. Jó, az előző vezetés hibáiból kifolyólag. Jó, aprócska játékok, tehát hogy legyen egy kis közösségépítő ereje és a dugónak, tehát ne csak a rosszat lássuk benne, ott vagyunk együtt, arra szolgatunk. Tehát akkor, hogyha akik egymás mellé érnek, letekerik az ablakot, és le tudnak játszani egy kis gyors játékokat. Tehát mondjuk egy ilyen dugópóker, nem tudom, dugókőpapírolló, tehát hogy egy csomó, tehát érted, le lehet megcsinálni. Üvegálkereső. Ez bírja, az nem. Üvegál, elborult. Tehát lennének ilyen közösségi terek, ahova kimehetsz egy kicsit kockázni. Hát nem, ott ülsz a kocsiban, és akkor 2 autó egymás mellé szorul, és hogy gyorsban lejátszik valamit. Tehát, hogy ne csak némán... Egy headzapot gyorsan, osztanak egy pokert, igen. De egyébként lenne egy másik ötletem is, az úgynevezett kaszalabda. Csak benne vagy, jó van. Hát azért mégiscsak azért legyen egy picike reklámértéke a dolognak. Az úgynevezett kaszalabda, amikor megnéznék, minden napban lenne egy ilyen, amikor elindítanának a lágymányosin egy labdát a dugóban, és megnéznék, hogy mikor ér oda az Árpád hídhoz.
Tehát, hogy sok mindig adogatni kéne. Adogatni kéne előre, vagy passzolgatni előre, és a kocsi sor mennyi idő alatt tudja elpasszolgatni a lánymányosítól az Árpád hídig, és akkor minden nap lehetne javítani a részidőt, és akkor mindig bemondanátok, hogy most mennyi idő alatt ért oda a kaszalabda a A pontból a B-be, és akkor az egy ilyen, a dolognak lenne egy ilyen közösség formáló ereje. Érzem, igen, jó lenne a dugóban állni. Egy ilyen közös játék, egy kollektív játék. Egy ez nagy, egyébként nem rossz. Egy közös mókázás. Figyelj, ha belegondolsz, hogy mennyit állsz egy nap, akkor ott kiderül, hogy ha sokat közlekedsz mondjuk reggel be a városba, délután ki a városból, ez lehet akár 2-3 óra is. Nem? Most minden pesti áll legalább hát egy órát igen. A dugóban. Azért az nagyon nagy elvesztegetett idő, ha nincs okos telefonod, és mondjuk nem tudsz internetezni. Be tudnál adni valami ilyen munkát, hát, amit meg lehet csinálni a kocsiban. De az a baj, azt hiszitek, hogy már kifogytam az ötletekből, pedig nem. Mert itt van például rögtön... Nem hiszük, reménykedünk. Én határozottan érzem. A kettő nem ugyanaz. Itt van például a brilliáns ötlet, a dugófodrász. Hogy megy egy forma egy ollóval, és te éppen ott állsz, kicsit van egy pár centi, már annyi hosszabb, beül mögéd, ledurrantja. Balázs? Használnád? Ez abszolút. A dugófodrász. Egy jó dugófodrász. Belemeged és ledurrantja. Hát. Mert dugófodrász a nőknek meg dugókörmös. Úgyis a kormányon van a keze. Odaül mellé, kormányon van a keze, pont tudja csinálni, azt ott elzselézik ott rajta. Dugófodrász, dugókörmös. Ezek jók. Jó? Abszolút. Jó. A másik, amit kitaláltam nektek, mozgó nemzeti dohánybolt. Hogyha rágyújtanám. De ezek hol mozognak? Hát mert ugye állunk a dugóban. Balázs, ne veszünk hol el a mozog a nemzeti dohánybolt? Hova megy? Jó, elmondom. Tekernek egy bringán? Nem. A kedvükért fölöttük egy magas vasutat építenek. Ugyanazok a vállalkozók, akik a Fradi stadiont húznak. Nem, most a buszsáv átalakul szolgáltatósávvá, uh-huh. És lesz egy szolgáltatósáv, ahol ezek a különböző szolgáltások fölvonulnak, és a téged szórakoztatnak. Jön egy olyan autó, aminek tejüveg minden ablaka, ugye, mert szélvédője is. Egy nagy 18-as karikával. De igazi cigitárul vagy hamisítvány, mert ugye most előre tölt a fekete kereskedelem, hát most nem megy olyan jól a nem akar okosság. Hát mondjuk a dugóban, ahol amúgy is idegbeteg vagy, és ott kicsit rá... Adjon normálisat. Adjon normálisat. Adjon normálisat. Ugye fekete, fekete volgából, és ott egy 18-as karikával. Jó, a másik, ami még szerintem egyébként hiányportó lett egy jó párkereső dugóban. Azt hogy képzeled? Azt úgy, hogy kiteszel egy címvéjelzés az autó tetejére, egy S betűt. Azt mondod, hogy te nyitott vagy relatív egy ilyen dologra, és akkor az araszolás közben lehet egy kicsit ez a dugóflört. Ha már ezt mondod, mit hallottam a múltkor? Tini diszkó. Három darab. Masni. A zöld, ha van barátod. A piros, most mondom a színeket, van barátod, de ennek ellenére de mindent bevállalsz. De ennek ellenére mindent bevállalsz. Tini diszkó. És a lila, az a nincs barátod, bárkivel bármit, mindent bevállalsz. Á, kutya fája. De 16 évesek. Nincs barátod, tedd kezed, van, de bevállalod. Aha. Nincs senkit, bármit bevállalsz. Isten. Az a lila. Ezek színek. Színek, ezek mindig színek. Ugyanúgy néznek UV-fényben is? Nem, ezt tudod. Fája. Ez mindent úgy bevállal. Ez mindent bevállal, adjunk neki. Figyelj, szerintem ez nagy döbbenet. Hogy már csak az ismerkedés, már csak az, hogy beszélgessünk, az, hogy randizzunk, már kirakja magára, nincs és mindent bevállalok, gyerek. Hát tök jó, mi mennyit szenvedtünk fiatalkorunkban, mire megtudtad, hogy hajlandó-e, vegyedül. Ezek 16 éves, ezek gyerekek, hát ezek... 16 éves. 16 éves, az már nem jó, gyerek. Jó, a tini diszkó teteje a 16, az alja az 14. Hát az alja, ne tegye már ki a zöld cetit, hogy van barátom, de mindent bevállalok a mosdóba, gyere át. Nem. Hát legalább tudod. Balázs, de képzeld, hogy nem tudsz erről a kommunikációs formáról, és akkor elmész így ilyen felszalagozva, valamilyen kompromitáló, hogy hívják be egy kis színbe. Belépsz, és abban a pillanatban rád repülnek 30-an. Ez mindent vállal, mindent vállal. A gyerek majd hazajön a színnel, tudod? Nézd meg... már, talpik ki a kis csávó. Igazi makműtyűr. És ott már visznek is. Tehát a gyerek majd hazajön, anyjuk, zöld szín van rajta. Az mit jelent a zöld szín? És meglátod, hogy nincs barátom, de mindent bevállalok. Az nem lesz boldog a mosoly, nem mindegy, csak az autóra bemegyek, is. Bemegyek én talpik zöldbe, és mindenki visszamosolyog. Nem, az lesz, hogy a te lányod hazajön ilyen cetlivel, te leakasztod a cetlit, fölrakod a te kabátodba, és elmész tesztelni. Hogy mit jelent? És amikor harmadszor, akkor mondod, hogy nagyon nagy baj van, kislányom. Ebbe a buliban már harmadszor. Ha negyedik előtt már azért iszok valamit. Teljesen kiszáradt a szál. Na mindegy, azért ez félig komolyja az autóra visszatér, vagy azért ez döbbenet. Akkor ezek a színkódok működhetnek az autó. De akkor ez működhet az autónál is, nem? Persze. Hogy fölraksz egy ilyen kis színkódocskát, egy kis lámpával, vagy valamivel, és akkor abból lehet tudni, hogy mire vagy nyitott a dugóban. Figyelj, azért a dugóban eltöltött másfél órát egy ilyen kis flörtölgetés, esetleg egy ilyen átszállás, egy ilyen reménytelen piros lámpán, az be tudja aranyozni, nem? Az át lehetne pattanni, nem? Jó. Igen.
És még egy utolsó dolog van, ami szintén egy kérdés, hogy egyébként, hogyha a dugó miatt késel el valahonnan, akkor arról kitől tudsz igazolást kérni? Tehát hogyan magyarázod el a főnöködnek, amikor éppen a dugóban tökölődésért vágj meg téged ki a munkahelyedről, mert ugyan én gondolom, ilyen nem egyszer van, hogy de hát a dugó, de hát nem tudtam mit csinálni, hogy erről akkor hogy, akkor legyen ott egy bódé, a szintén mi üzemeltessük egyébként a Happy Hungária Kft., hogy ott van egy ilyen igazolásadó bódé, ahol egy 500-asé mondjuk ne legyen túl árazva. Adsz igazolást, orvosi igazolást. Adunk igazolást, hogy igazolom, hogy kis Jóska a dugóban állta le a fél napot, azért késett el a munkahelyéről. Ezek jó ötletek. Ez jó. Szerintem ezek jó ötletek. Na, abszolút. Hogyha valaki ezt megcsinálja, tehát Happy Hungária Kft., valaki ezt megcsinálja, akkor 80-20-ba adjuk neki? Hát, nem, hogy milyen 80-20? Hát, hogy 20%-a, miénk 80%-a. 20%-ot kértek azért, mert adtunk egy know-how-t, adtunk egy ötletet, és már csak azért, már csak meg kell venni a rohadt hotdogos bódét, meg kell szerezni két fáradt. Hát dolgozzuk ki az üzleti modell, mennyit kérjük? Ez 50-50. 50-50? Hát figyelj, hát az ötlet és a know-how, ha nincs, akkor ő bármit csinálhat. Milyen 80-20? Hát milyen üzletemberek lennétek ti? Jó, 50-50. 50-50, és mennyit kap a Jani? Hát mivel mi az arcunkat, a nevünket és a felületet adtuk ahhoz, hogy te ezt bereklámozd ezt a dolgot, te ebben a sztoriban csak gagman vagy. Én nem tudom, napi fixér. Napi fixér. Ha valaki, akkor pedig én tudom, hogy mennyit keres egy gagman. A KST-ben viszont én tettem be az 5 milliót, úgyhogy na, meg, amit holnap ugyan ki is vettem, de ti azt nem tudjátok, most mert úgyse értetek hozzá, úgyhogy teljesen mindegy. Ugye nem jól hallom, hogy én vagyok az egyetlen, aki egy büdös vasat nem fog keresni a Happy Hungária Kft. Nem, már mondtam, hogy gagpénz. Ilyen pillanatban már ki is tettünk. Na, vedd ki a mobil vincsit a gépből, aztán húzz a rákba. Halva pillanatok alatt kivettünk a saját cégedből. Nagyon nagyok vagytok. Félve kérdezem meg, hogy ezért az új üzleti tervért, ami gazdaggá tesz benneteket, lehet-e jogos egy taps és egy sikoly? Tibi, köszönjük szépen. Jó ötletek voltak egyébként, tényleg. 9:30 múlt pontosan, 5 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó. Isten, mindig szeretem a tűzvízrepülő. Nem térek magamhoz. Jó volt a Tibi, mi? Ugye? Igen. Könyves Kálmán, Hungária, stb. Jobban járható tegnap óta, mint eddig bármikor. Írja nekünk egy hallgató. Úgy látszik, hogy más felé mentek most a budapesti autósok. Ugye ez a 2 év, ez nyilván nem az egész vonalra igaz majd, hanem szakaszonként az egyik szakasz befejezik, máshol folytatják, tehát nem az mindenhol lesz káosz, csak 2 év, mire az egészet tulajdonképpen befejezik, és átvezetik a Rákóczi-Feró hídon az egyes villamost, a Vilcsit. A Fercsón a Vilcsit. Az jó lesz, hát ja, az egy nagyon jó ötlet. Az nagyon jó ötlet. Az egy klassz ötlet. Igen. Elviekben át lehet menni ugye tömegközlekedéssel rajta, busszal. Hát busszal, igen, csak de a villamos azért indokolt lenne, hogyha végérne. Nagyon jól kitoltad. Nagyon ügyes volt. Beleizzadtam. Egy csomó olyan izmot használtam, amit egyébként a hétköznapokban nem. Jó páros vagyunk. Hello, Csabi, jó reggel. Sziasztok, és most hol a gyerek? Mi? Hát most elment. Hol lenne állami gondozás? Elvittük aludni, most egy kicsit pihen, meg sárgul, úgyhogy Jani még nem tud hazajönni, egy kicsit a kórházba maradnia kell. Bemaradom, így van. Fél, látod kellett volna a babát. Elképesztően élethű volt. Bekenték azért csikosítóval, hogy könnyebben tudjon kijönni, meg olyan legyen, mintha rajta lenne még a placenta. De szinte láttam. Hát olyan jól adtátok elő. Szinte láttam. Te hihetetlen, ezen jött ki, tiszta apja volt, akkor a feje van. Mondom, én csak segítek a szülésen, nem az én gyerekem. Mi újság egyébként? Voltam ma reggel futni, ugye a hétvégén voltunk versenyen, így aztán a hétfőt kihagytam, azt gondoltam, hogy ez most már hideg van hozzá. De azért adtam még egy esélyt. Adtam még egy esélyt, és tök jól esett, úgyhogy szerintem folytatom, maradok kint a levegőm. Mert attól féltem, hogy beköszönt a hideg idő, elkezdenek fűteni ugye a lakásokban, nem mindenki fűt gázzal, és nehéz lesz a levegő, és amikor veszem a levegőt futás közben, akkor majd egy fájdalmas lesz, és nem, bírom. Jól vagyok. Kösz. Mi, hogyha fűtenek a lakásba, akkor neked majd fáj kint a szabadban levegőt venni. Ez volt tavaly kezdtem el futni. Ja, és akkor még fájt. És amikor mondta a Jani, hogy ne a terembe fussak, hanem menjek ki. Ja, és a hideg levegő, hogy bement. Igen, meg hát ugye az a füst, az a smog, ami kijön ilyenkor a kéményekből, amikor nem gázzal fűtenek, hanem mondjuk fával, meg mindenféle szemetet ráraknak sokan, akkor az úgy nehézzé teszi a levegőt, és ez rettenetes az én tüdőmnek legalábbis.
De, és ettől féltem, hogy ez elő fog jönni, hiszen már hideg van és hűtenek, de nem jött elő. Úgyhogy vagy az van, hogy edzettebb vagyok, hiszen most már egy fél éve heti rendszerességgel ugye nyomom ezt, és az tüdőm is edzettebb lett. Vagy elfogytak a lakozó bútorlapok, amikkel... Így van. Vagy az emberek tényleg gázzal fűtenek. Igen. Na, hívjuk a naphallgatóját. És... És gratulálunk. És gratulálunk neki. Mi van, merre jártál? Beszélgettem az időt. És látod, és csak nevetgélsz ezen, pedig a fedés az ott volt a hangjában. Hihetetlen mennyi telefonál. Tehát elképesztő. Területi bajnok Trécsel. Trécsel, nyomja, visszahívja, intézi. Döbbenet. Na jó, ez most nem. Akkor nincs naphallgatója ma. Mármint, hogy jó lett volna, de akkor mindegy is, hogy mit ír. Csabikám, remek zenéid vannak ma is? Köszönöm kérdésed. Tök érdekes dolog az, hogy a fiatal korban az ember rátalál olyan kedvencekre, akiért rajong. És aztán, ahogy haladunk előre az időben, vannak előadók, akiket úgy megszeretsz, de egy rajongásig nagyon nehezen is. Most van egy ember, akiért én azt gondolom, hogy el tudok jutni addig a pontig, hogy rajongjak, és már most vágyom rá, hogy lássam őt élőben. Tehát, hogyha jön közel a koncertezni, akkor biztos, hogy ott leszek. Berecki Zoltán Kerek egész című dala. Prigido. A Rakszetre gondoltam, és Varga Viktorra. Ne, a John Newmanre. Aha. Képzeljétek el, ez a John Newman, ennek a hangja, ez valami fenomenális. És az dolog, tehát nagyon sok jó énekes van, jó hangú énekes van, de olyan zenéje van, hogy az ugye engem nagyon eltalált. És van ez az újdonság, a cheating, és ezt a következő órában meghallgatjuk ismét. A kutyafáj. Hát meghallgatjuk. Jó. 555-55-00, ez a telefonszám, mit lehet Csabitól dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!